budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Szevescsén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Meg kell, hogy dicsérjem magunkat, 6 óra után 11 percet kidicsérjem, ha nem mi, nem? Hát gyereke, ne furán szólunk. De hogy magunkat is meg kell dicsérni, ha más nem dicsér, de nagyon időbe kezdünk, ügyes, nagyon, ügyes. Nagyon rendesek vagyunk, tartjuk ezt most a főnökség kérte, akkor a főnökség megkapja, gyerekek. Ennyi. Jó katonák vagyunk, hát nem szórakozunk. Jó reggelt, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello, hello mindenkinek. Tudtam én, hogy csak egy hétig lesz itt korai kezdés. Na miről ilyen, de, miért, miről, miről mit beszélsz? Itt vagyunk, haversrán. Hát, itt vagyunk. Szerintem az átlaghoz kell, hogy 4 perccel kezdjük korábban. Egyébként meg ki ez? Ki ez? Van ott, miért? Miért rángatod a papírtigris bajszát? Igen. Szóval gyerekek, ez van. Itt vagyunk. Szakad az eső nálunk Pesten, nem nálunk nálatok. Milyen idő van nálunk itt Pesten? Szakad. Ugyanez bánatgyász idő van. A Velence Budapest tengelyen. Mindenki autóval jön, és mindenki húzza. Ha félsz, nem kell beleülni. Jó? Tehát ez egy ilyen jó tanács, hogyha félsz. Ha félsz, attól, akkor ne esik, velem. Ha félsz, ne vezess. Ha esőben félsz, akkor ne vezess. Ne. És vannak szerintem sokkal olcsóbb, sokkal könnyebben fenntartató, üzemeltethető esernyők, amik ugye, hogy ez egy viszonylag drága megoldás? Igen, szerintem ez egy kicsit drága megoldás, hogyha esik az eső, akkor autóból ülünk, mert meggázunk, azért annyira nem esik. Tehát, hogy na. Meg lehet ezt szótani. De ez valamiért így van. Háromszor akkor a forgalom van ilyenkor az autópályán, és tényleg óvatosabban kell menni, ebben neked igazad van, mert akvafölúszás van. Minden van. Akvafölúszás, akvaplanning. Mert nehogy káros legyen az autó, hogy bejön és tényleg óvatosabban kell vezetni, de a 30-at kicsit indokolatlannak érzem az autópályán. 30-at. Érted? Aha. Még jó, hogy nem a belső sávban jött. És nem egy ilyen van. Mondom, ha félsz, akkor ne akkor csinálj. Nem kell. Akkor nem akkor kell. Ott a vonat, az például egy profi csávó vezeti, érted? Plusz sinem megy, tehát nála nincs aquaplaning, vagy nem tudom, lehet, hogy a vonat is megcsúszik. Ha félsz, még egyszer mondom, tedd le a kulcsot, maradj otthon. Így van. Ennyi, nem kell autóba ülni. Ne éld át azt az élményt, amikor egy postás bringa elhúz melletted az autópályával párhuzamos kerékpárúton. Gyerekek, egyel gyorsabban van. 5000-et fizetnem kell, hello bellót mondtam. Tényleg? Tényleg? Nyissunk egy kasszát. Én sem nyissunk egy, de mennyi? 5000 nem sok? 5000-esével többjük meg? Ezres mondtunk. Ne legyél már ilyen, 5000-et beszéltünk meg, úgyis nem te hello bellózol, a Balázs. Igen, de hidd el, meg lesz a pénzünk sok. Így is. A 13., 14. és 15. havi is. Így sem lesz rossz. Igen, ez hamar összejön így. Gyerekek, egyébként mi a helyzet, mi újság? Figyeltek, én beleálltam ebbe a karácsonyi történetbe, elkezdtem vásárolgatni itt a kis ajándékokat mindenfelé, igyekeztem így körültekintő lenni, hát tudjátok, ismertek. Mi van ebben az évben, változott valami? És karácsonyi ajándékot kapnak emberek? Nem, csak hát ha ja, tudod, magadnak. Hát ha viszonozzák valamivel, valami még drágában. És Balázsra kikértem a véleményét tegnap, egy kis jó volt, egy kis SMS-váltás köztünk, tudom, hogy a rumok nagy barátja, ismerője, szerelmes. Régen, de az a tudás nem évül el, mert már akkor se, hogy hívják be, nagy mennyiségű gönyörögekben vásároltál, hogy hívják be, mindenféle ilyen teszkos vonalon, hogy szóval azért van tudásod. Rátelefonáltam, illetve írtam rá egy SMS, küldött nekem példákat, és az egyiket meg is rendeltem, és elolvastam, hogy mit kell tudni róla. A következőt kell tudni erről a bizonyos jó minőségű rumról. Nem értem, de ezt kell tudni róla. Nagy, komplex, igen, karakteres, gyümölcsös sütemény, rumos, mazsolás, jégkrém, kókusz, szárított gyömbérfahéj és szegfűszeg, sült banán, tejkaramellával, égetett tölgy, vanília és mézes kalács, nyomokban narancshéj. Ez csak az illat. Mert hogy az íz? Kezdetben intenzív csokoládé, mintha csak csoki szószt kóstolgatnánk egy süteményen, gazdag és telt, édes tejkaramella és az illatban is felelhető trópusi gyümölcsök bontakoznak ki, a tölgy jól lekerekíti.
ez volt az íz, és végül a lecsengés. Narancsos fekete csokoládé, vaníliás fagyival. Hát köszönöm. Hát de nem szórakozok. Hát, ilyen, hát figyelj, ez egy ilyen ital. Hát és jó rumot kértél, akkor jó rumot kapsz, érted? Be lehet, ezt lehet venni Bacardit, csak az nem ugyanaz lesz, érted? Hát, hát ott biztos, biztos csak 3-4 szó egyébként, nem rossz. Jó rumot nem érte. Rossz, vedd meg. Az a baj, hogy ahhoz, hogy ennek a negyedét is ki tud érezni, rengeteget kell inni. Azt szokták aha. mondani, olyan borkóstolóknál is, tehát aki ebben profi, tudod, hogy a nyelvgyöknél a rothadó avari íze jön föl, és a taninok, ahhoz irgalmatlan sokat kell piálni, uh-huh. hogy ezeknek a tizedét is megérez. Tehát te ebből a csokoládét aha. maximum, de az összes többi haver az... Figyelj, azt nem ígérem, hogy annak ki fog alakulni majd ez a fajta ízlésvilága, akinek vásárolom, mert biztos nem veszek neki havonta egyet, de hogy azért most megvettem, megrendelt, kíváncsi leszek, hogy ő ebből mit fog érezni. Nem is kell, hogy melyik D-betűs, de mind a kettő D-betűs, aztán amit küldtem, rájöttem. Az első D-t. Az első D-t? Igen. Ez egy jó rum, az nem lősz mellé. Az első D-t vásároltam meg, mert meg korábban vettem neki egy Z-t, úgyhogy az nagyon ízlett neki, ezt nagyon szeret, ezt gondoltam, hogy na most akkor meglepem már egy D-betűssel is. Hát remélem, szeretni fogja. Remélem, hogy a rumos mazsolás, a kókuszos, a szállított gyömbéres, a banános tejkaramellás gazdag és hogy ebből valamit érezni fog, nem tudom, de. Nem kell, hogy érezzen, azt szeresse az italt már, hogy ezt az italt is kell. Ezt szeretni fogja. Azért az szerintem. Az más, az én az én más a technológia, mint aha. ezeknél, de hogyha az ízlik, azért az Z az egy könnyen iható. Az egy könnyebb rum, testes. De finom, de ez is jó, ez a D betűs is jó lesz. Neki? Jó. Persze. Azt szeresse, hadd élvezze. Ezek jó rumok, amiket kaptál, úgyhogy már, hogy amit küldtem névvel, úgyhogy igen, nem, fog, igen. nem fog benne csalódni. Akinek kólát veszem, vegyél hozzá neki. Hát, nem. Hát annak már grammja 30 ezer, vigyázz, ez óvatosan. Ja, tényleg, de igaz. Így van meg, hát na. Embert, vagy nagyon jót, vagy nagyon rosszat. Embert nem ismerek, aki ennyire azt szereti a rumot, mint az, akinek ezt most veszi. Félelmetes. Igen? Hát akkor ezt ismerni fogja ezt a márkát. De ő neki ünnepnap. Az a baj, hogy ráadásul ő tényleg ezt úgy issza, hogy vízes pohár, tudod? Félelmetes. Ilyen szépen iszik. Szokott küldözgetni nekem képeket. Most itt tartok. És vége. Jöhet a következő Z-betűs. Van az a fajta alkesz, akinek tök mindegy, hogy milyen, tudod, hogy milyen sütőrumot is vettél volna neki. Hát csak átültem a Z-betűs az üvegébe. Igen. A diplomások rumjáról az, így van a diplomások. Így van, diplomások. Legyünk diplomatikusak, és akkor így megtaláljátok. Igen. Na másik a dompapa volt, amit küldtem, az is jó. Az is jó rum. Ezek mind jók. Van egy 4-5-6 márka, ami azért így fixem. Hát meg még van szerintem 100, csak meg morohatul nem ismerjük. Van még 150. Hát képzeld el, hogy odakint a rumhazájában mi van. Érted? Tehát, hogy mi így ide eljutott, és tudsz 4-5 nagy marketing márkát. Marketing miatt, igen. Jó, reggel. Most jó, akkor veszünk a ginekről, de nem. Na még, hozzak egy palackkal? Az nagyon jó. Jó, tudom, nem szabad ilyen korán reggel ilyenekről, de az nagyon jó volt. Na jó, van. Az nagyon jó volt. Karácsonyra már tudom, mit kapsz. Hát a Jézuska. De egészen, nem baj, ha kettőt hoz. Ez a világ egészen megdöbbentő. Tehát, hogy most így bejárogatok ilyen boltokba, nem magam miatt mondom így ki, hogy kielégítsem így az igényeket. Félelmetes, és egyébként gyönyörűek, tehát, hogy elképesztően jól néznek ki, hihetetlen sokszínű az egész, mert viszont csak ott van 3000 a palack, és valamikor minden fog fogyni. Tehát, hogy ez, tudod. És azt se tudod, melyik mi. Azt se tudod, melyik mi. Hihetetlen. És annyira igényesek, annyira jól néznek ki. Gyönyörűek, igen. És hát mekkora biznisz ez még mindig. Tehát, hogy amikor, mit tudom, hogy egy sportolónak megjelenik a saját pia márkája, na, akkor érzi szerintem azt, hogy csúcsra ért. Tehát, hogy a Pitterem, a Conor McGregor valószínűleg több pénzt keresett a saját viszkijével, mint a sporttal. Így van, szerintem mint az MMA-ban. Saját viszkijével? Persze. Igen, csinál saját viszkimárkán? Igen. Hát azt így kell, ilyenkor meg kell csinálni. Neked persze. Kell egy saját rummárka. Egy saját rummárka. Van nálam saját gin. Lebarterezzük valamit. Nekem meg saját sütőrum. Igen. Dominikai rumfölddel ott megcsinálják nekünk, fölcímkézik, és akkor meg is. Sok között nincs hozzá, de a te nevedet viseli. Mondjuk igen. Az a baj, hogy itt a magyar piacra tudnánk dolgozni. Kevéske. Tehát a Sebestyén Balázs rumot mondjuk nem tudom bárhol a világban nehezebb eladni, mint egy Brad Pitt rumot, ugye? Igen, vagy sajnos. Vagy egy McGregor viszkit, de nem tudom mekkora a magyar piac. Lehet gondolkozni. Adják ki pálinkát. Na, az már lehet, hogy jobban menne. Az nálunk. Na, az már lehet, hogy jobban menne. Mert borocskát a szoktak, tehát, hogy de az is olyan, hogy tudod, így kicsit hiszem is, meg nem is, hogy XY-nak a, tehát az ő
szakmai hozzáértésével, tanácsaival együtt fejlesztettük. Hagyjál már! Valószínűleg igen. Egyszer volt az ütletvényen egy fotózásra. Igen, pontosan rákerült a neve is. Igen, nem baj az egyébként. A Mark Wahlbergnek tekilája van, a George Clooney eladott valami nagyon komoly cég. Nagyon durva. Igen. De akkor azt el is adták. Azt eladták. Pesgő vagy gyömbéres valami, vagy milyen volt. Ott George... is tekila, nem? Tekila volt a George Clooney-nak is. Pénzt kerestek vele. De azt hiszem, azt el is adták utána. Hát ott szerintem az volt az üzleti modell, hogy vele fölfuttatják, igen, és azonnal a piacra megy. Tehát, hogy... És el is adták, igen. Igen. Szóval már mindenki vállal mindent. Igen. Igen, igen, igen. Neked is lehetne, nem tudom, valami ízé, valami tea. Tea? Szoktál teázni? Várja, azt mondom. Janinak tea? Hát egy én sosem láttam teázni. Nem, valami... Kávé. Hát akkor már inkább. Akkor inkább kávé. Valamilyen neked likör. Neked egy izomturmix. Egyébként egy jó. Egy saját fehérje formula. Egyébként az nem lenne rossz. Egy Janiféle pisztácia likör, azt ugye az nem rossz, képzelni. Az menő, igen. De akkor már inkább igen. A pisztáciás valami süti. Uh-huh. Johnny White Green Label. Nemzetközi piacra lövő. Ryan Reynoldsnak van híres gin, LeBron Jamesnek van tekilája, a gyerekek mindenkinek, Scottie Pippennek viszkije van, hát ez kemény. És ezekbe van Breaking Bad-es sávok, azok viszkit árulnak, is az kemény. Jaj, bizony. És jobb, mint hogyha azt árulnának, amiről szólt a mozi. Igen. És ezek között van igazán jó? Te ittatok ezekből valamelyikből? Egyiket bármelyikből? Sem. Egyiket se. Brednek komoly pesgője, meg bora van, limitált, csak keveset csinálnak. Hát igen hát plusz az NG. NG elvitte az orosz. Azt most nem tudjuk, hogy kié az. Igen, NG elvitte a felét, igen. Igen, igen. Baj, lesz hajlakod, azt megveszem. Jó, hát lesz egy saját. Tényleg, az neked jó hajvax. Igen, egy jó hajvaxot kellene, vagy egy fodrász üzletet. Jani Volker egyébként, az nem Jani lenne Volker. Rossz. Jani Volker. Green Label, igen. Ez lenne az én pisztácia likőröm. Dwayne Johnsonnak is van tekilája, a P. Diddynek vodkája van, úgyhogy fú, gyerekek, itt minden nagy bele vágott az alkohol bizniszbe. Hát ilyen névvel szert a világon, érted? Most a Dwayne Johnson is megcsinál egy piát. Ha csak a rajongói 10%-a vesz egy üveggel. Hát már megvagy, érted? Hát milliós számú követőtábora van. Kitesz két posztot, hadd szóljon, hadd vigyék. Ja, kitesz a 10 milliós oldalára két posztot, már előrendeltek Kínából 5 millió üveget, érted, igen. És akkor már meg is vagy. Ennyi. Rokkónak van nyeles tojás likőr. Ugye finom lehet. Hát, száznapos tojása is van állítólag Rokkónak. Nagyon szeretik. És legendás. Legendás, a nyeles tojás likőr és a száznapos tojás. Nagyon szeretik. Két pofára falja. Megyek, nyomok is egy Brad Pitt féle kávét. Jó, nyomj egy Brad Pitt. Hát, ha ott áll a gépnél a Brad. Nem, ez Brad Pitt. Ez ővé? A Brad Pitt. Ez a Brad Pitt. De Brad Pitt. Hát a Nespresso ugye a Clooney, de a Brad Pittnek meg van DeLonghi-ja van? Vagy milyen van DeLonghi, nem? Nekünk az van. Az van nekünk. Igen. De az kapszulás? Nem, ő rendes kávó. Nem. Nem dobta oda magát a kapszulának. Nem, darálósnak dobta oda magát. Igen. A Clooney meg a kapszulásnak. Pierre Woodmannek suna szaftja van. Na, jó. Igen. A Logan Paulnak a Prime-ja 4000-ért. Igen. Nem tudnak eleget gyártani, annyira viszik. Ja igen, hát ezek a youtubereknek ezek a az üdítő, na, az, a Prime-os üdítőit a 4000-ért. Hát az borzasztóan pofátlan. Elképesztően pofátlan. De rengetegen írtak, amikor megvettem ezt a Prime-ot, ugye kint voltam ezen a cipős bulin, és ott árulták 3000-ért, mondom, eljött az idő, hogy megkóstoljuk. Rettenetes, és rengetegen írták, hogy egyébként Angliában meg ilyen 1 font körül van. Uh-huh. Ja, hogy akkor csak nálunk? Igen, hogy ez miért van, hogy csak bennünket húznak le ezt a szerencsétlen szegény országot? Így is érted, a tönk szélén vagyunk, már hogy pénzügyileg bennünket lehúznak az angolokat, meg nem? Vagy mi ott kiléptek az EU-ból, akkor olcsóban kell adni mindent? Hát, szóval érdekes, ez a, mit tudom én, ezeknél a prémium kategóriás üdítőitaloknál is ezt látod, vannak ezek a világ legjobb tonikja, meg ilyesmi. Tehát, hogy ezek, vagy, tudod, ezek a kézműves kólák például, én szoktam ilyeneket is. De Fentimans. Az jó. Itt iszonyú jó, tökre rendben van az egész, hát azért hasonlít már össze, hogy mennyi lehet itt kapni meg egyébként kint, mondjuk Ausztriában, Németországban. Hát ez a Fentimans cucc, az a 2 decis üveg, az 700. Uh-huh. Igen, körülbelül. Igen. Azért így a világsztár vagy még egy könnyű bizniszt csinálni, mert bármit csinálsz, összeállsz egy cipőmárkával, egy italmárkával, egy tekila, uh-huh. Nem tudom, rende bárhova van egy tekilácég, megkeres, futtasd föl. Odász csinálnak egy fotót, nem? Ezt eladnak 10 millió palackot, és meg is vagy. Igen, tehát azért más így, a merítés. Más a merítés azért, mint így Magyarországon. Na mindegy, jó van gyerekek.
Oké, a rocknak tekilája van. Igen, ezt mondtuk mi is, hogy neki tekilája van. Igen. És tényleg csak minden második követő vegye meg. Hát és mi 8, mennyien követik? 140 millió, 30 millió, nem tudom, az Instán mennyien követik. Azért arra lehet alapozni egy bármilyen. Ez egy komoly követőtábor, tehát ez, igen, posztoljál egyet csak. Hát érte. Ott azért van volumen, amit itt tudnak rendelni. Mondjuk más is a posztpénz, mint Magyarországon. Valószínűleg más kér egy posztér, igen. Ott, hogyha bedobja az Instán egy gyors étteremnek a nevét, vagy valamelyik szent, akkor valószínűleg nem 3 sajtburgert kap, mint mi sem. Mire gondolsz? Támogatják még ma is a játékunkat a Burger King? Lesz ma Burger King játék, gyerekek. Lesz ma. Burger King játék, úgyhogy... Az a kérdésünk, hogy reggelink lesz. Ti még bírjátok ezt a hányos-hosós őrületet? Átmegy rajtatok? Nem? Még jó? Most nincs, kézzeljétek, nekünk ez így kimaradt. A stábban is azért többen kidőltek nálunk otthon a gyerekek, és úgyhogy van minden játék. Egyelőre nem? Semmi? Egyelőre le is kopogom, minket elkerült. Nincs ilyen, de úgy a faluba sem akarom mondani. A kisvárosban sem hallottam még, hogy így nagyon tombolna az osztálytársak körül. És nálatok az egész osztály ki van? Nem tudom, nálunk ez így játék. Kell az osztály, az én két gyerekem legyen jobban. Nem szoktam lenyomozni a többi szülőnél, hogy a te gyereket hogy van. Na, ilyenkor az egy körrészé üzenet, hogy mindenkinél oké, vagy ki hozta be, ki gyűlőjünk. Ugye? Igen, ki tehet róla, ki fejtsék be. Vissza a vírus gazdán. Igen, nem tudom, de hát ez ilyenkor mindig van ez a hányós sztori, ez így átmegy. Ilyen rota jelleggel, vagy nem tudom mivel, de ez ilyen hasfájós egy-két napos. Na jó van, gyerekek, akkor elmegyünk egy kicsit reklámozni, jó? És aztán jövünk vissza, egy jó kis játékkal lehet ezt a novembert itt megturbozni. Aztán jönnek a november utolsó szerdák, meg csütörtökök, meg mindenek, a rovatok, meg azt elfelejtsük el, minden lehet aztán itt. Tudjátok, holnap után utolsó novemberi napok. Ja, tényleg, igen. Ahogy vagy magyart, csütörtök. Hogy vagy magyart, már ugye megcsináltuk múlt héten, mert de hogy már december 1 van pénteken, gyerekek. Azt a mindenségét neki, a december. Csú, mindenségét neki. Na jól van, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 6:30 itt vagyunk a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:45 lesz 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel. Ez kis vidám ez a zene, nem tudom, hogy nem volt kedvem lelőni. Olyan kis helyes. A jó Ricky e Poveri. A kis vidám, nem tudom. Ez, olasz jellege, de van benne éves, valami. Vagy mennyi ez? Nem tudom. Ez van 40. Vagy még régebb. Van benne valami nagyon vidám, vagy van benne valami nagyon kedves. Meddig esik az eső, Ferenc, mondj valamit. Ameddig abban nem hagyja. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Köszönjük szépen Szerelvénybolt úrnak. Nagyon kedves. Itt van velünk Gabi. Hello Gabi, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt. Hello Gabi, honnan hívtál minket? Budapestről. Mit csinálsz? Hogy telik a napod, a reggeled? Mi a helyzet? Ó, hát én még bútorlok, ébresztem a gyerekeket, indulnak az iskolába, munkába, dolgozóba, csomagolom a szendvicseket. Nagyjából most ezzel, meg hogy veletek beszélek. Nagyon jó, és mekkorán? 16-13-7. Ó, akkor van már nagyon felnőtt, majdnem, meg van már nagyon fiatal még. Tehát, hogy úgy minden igen. Van. Aha. Igen, vegyes. Fiúk, mind a 3 lányok, vegyes? Nem, lány-lány-fiú. Lány-lány-fiú, aha. Lány, lány, fiú. A kalappal azért 3 gyerekkel. A végére kellett a bónusz. Az nagyon, igen, még a végére behúzhatok egyet. Igen, jól van, Gabi, és te mit csinálsz, mivel foglalkozol? Én itthonról dolgozom, ilyen online munkát végzek. Aha. Nem unod, hogy állandóan hát otthon vagy? Ez praktikus. Mondjuk az igaz. Csak hogy nem unalmas-e, hogy mindig csak otthon vagy, ugye sokan azt szokták mondani erre a home office-ra, hogy persze tök jó, nem kell elmenni otthonról, tudod csinálni a dolgaidat, de egy idő után így bezársz, beszűkülsz, nem? Ja, hát egyrészt a gyerekek annyi barátot hoznak haza minden nap, hogy itt akkor a pörgés van, hogy nem unatkozom. Üdvözöllek a klubban. Szeretem az embereket. Ja, úgy mondjuk. Nem szereted az embereket, azt mondjuk jó. Ezért az tök jó, az ember tudja magáról. Az tök meg. Igen, nem szeret az embereket, igen. Jól van, Gabi, kit választottál játékra? Új, Janit választottam. Janit, ja, hogy eljött a százalékokkal? Azt hiszem nulla. Én Jani nullán van. Jani már nem tud ebben a hónapban nagyon nem beleszólni. Még ha most 5-5 nyer. Hát már nem ja, négyet, hát csak ma. Négyet. Maximum 3-at. Ne, első ilyen, akkor Jani legyen nagyon kedves, és veszítsd el. Mert én nagyon izgulok. Tök érdekes. Jó, hát jól érzed, hogy egy számomra mondjuk így nem sok tétje van. Nem, neki már nem ebben a formában. Kétszer a csütörtök, a 3-at nyer, akkor se túl a célosa. Meg neked sem, mert van garantált ajándékod. Tessék? Neked is van garantált ajándékod, ugye? Igen, tudom.
Három gyerekem van. Jó fog nekik jönni. Nagyon jó. Úgyhogy egyik, mind a kettőnknek tét nélküli ez a játék. Igen. Én nem gyerek. Én garantáltan nem gyerek. De én szeretném az ajándékcsomag. Jó, van. Tegyél meg mindent akkor, Gabi. Meglátjuk, nekem még nincsen. Jó, még van, nincsen. Te kis te. Jó. Második még lehet, itt a Zsül kiszámolta, úgyhogy itt még komoly, komoly feljövetelek, feljövések lehetnek. Na menjünk, akkor 3-2-1 tessék. Parancsolj, kérdezz nyugodtan. Hát én azt szeretném kérdezni, hogy megvannak-e már a karácsonyi ajándékok? Hallom, részben, hogy te nagyon készül. Részben. Vettem már, én rendeltem már rumot. Rendeltél már rumot? Rumot nem rendeltem. Akkor meg is vagyunk. Nem élünk. Rumot nem rendeltem. Nem rendeltem, de hülye vagyok. De ráadásul miért nem? Egy jó rumot azért mindig kell rendelni. Főleg egy ilyen vesztett játék után. A következő kérdésre. Mi lett volna a következő? Az, hogy Virág még várja az ajándékot, vagy ugye ő már nagylány, és hogy már más szeretne, mit tudom várja. Én, élményt, vagy ilyesmi. Várja, hát neki rendeltem a rumot. Nagyon fog neki örülni. Nagyon szeretik. Ajándék. Mostában lejött a vodkáról, átment a rumra. Nagyon szeretik. Így van, de legalább nem cucca. Ugye, azt 16 évesen elengedte. Igen. Gabi, hát mi van veled? Jó, belecsúsztam. Reggel van. És izgulok. Az igaz. Ha pedig nem mondtad, hogy én olyan pitbull voltam. Nem, hanem harapott a János. Nem, tényleg nem, volt nem jó fej voltam. Voltam, de hát mi lett belőle? Van, hanem az enyémben. Igen. Gabi, figyelj ide, akkor jó szendvics készítést. Köszi. És tegnap a srác felajánlotta az ajándékcsomagot, írja itt nekünk Norbi. Kérdés, hogy odaadtuk-e valakinek? Nem. Anna odaadtuk? Nem, akkor adjuk nem oda Gabinak. Megkapott három gyerekkel, meg ilyen szolgálattal, amit válasz, akkor vigyél egy ajándékcsomagot. Mégis, akit közeledik a december, meg mit tudom én. Jó, vidd el ezt a csomagot akkor. Igen, köszönöm. Ezt nagyon ritkán teszünk itt kivételt, hogy valaki kikap, de... Igen, tudom, de a srác tényleg tök aranyos volt tegnap, hogy felajánlotta, hogy neki már van, mert hallgattam, és tudom, és tök jó. Nem is gondoltam erre, de tényleg. Na, nagyon jó, vidd el, akkor is még van egy plusz nyereményed, várjál, nem hiszed el? Gratulálunk! Nyereményed egy 20 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából. Na mit szólsz, még egy Burger King utalvány. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, örülök neki. Igen, köszönöm. Egy csomagolást megúsztál, odaadod a srácoknak, hadszoljon, mehettek kajázni. Így igen. Van pontosan, egy vasárnapi ebéd kidőve. Zéro húsleves. Azt mondják, hogy te főzőműsort csinálsz a YouTube-on, de valaki hülyeskedik, nem csinálsz főzőműsort a YouTube-on. Nem, nem csinálok. Nem, ezt nem is értem. Nagyon rossz ötlet csinálhatnék. Csinálhatnál egyet. Olyan kevés van még. Igen. Igen, egyet több vagy kevesebb, nem azt nem szorod. Nem csinálok, és nem is tervezek. Küldjük, jó, puszi. Nagyon szépen köszönöm, szép napot, sziasztok! Hello, Gabi! Szia. Hello, Gabi! Fú, régi balit vissza. Na, most ne legyetek ilyenek, hát csak adtam egy ajándékcsomagot, vagy adtunk, azért ez nem. És nem ez ő adta, hanem a hallgató. Ráadásul a tegnapi hallgató felajánlott, amire egyébként mi elfelejtettünk, de... Persze, simán elfelejtettük. Igen. De már jót se tudsz tenni, öreg vagy már, Balázs? Tehát semmi, bármit mondasz, felvetsz, adsz, jó szívű vagy, az a baj, bunkó vagy, az a baj, fekete vagy, az a baj, fehér vagy, az a baj, mindig csalódást okozol. Csalódást okozol. 14 év hallgatlak beleteket, de ez a tegnapi ez óriási csalódás, hogy most igen, sose hallgatlak beleteket többet. Mennyi? M0-as déli szektor 6-os felé baleset, M0-as halásszelek és 6-os út között ez ugyanez. Baleset a hídon az M7-es irányba, de legalább tovább hallgatunk benneteket. Nagyon szépen köszönjük. Ha van friss, akkor az jöhet, ahogy szoktam mondani. Jó? Tipikus HR-es hangja van. Az lehet egyébként, azt nem tudom. HR-es hang volt? Ritkán beszélek HR-esekkel. Ilyen klasszikus munkája, mi nem dolgozunk. Hál' Isten. Soha. Igen, itt nincs. Soha nem volt. Nekem klasszikus munkájám soha nem volt, gyerekek. Én ennek úgy örülök. Negyedéves beszámolót megírni, semmi, a HR-esnek, meg bent lenni, meg meetingelni, meg memózni. Fú, de nem bírnám én ezeket a kötött dolgokat. Kötött dolgokat nagyon nem. Persze, nem pedig mennyire élvezett, hogy bemenél mondjuk a pénzügyre, és akkor megkérdezni a pénzügyes, bár nem azért mentél be, hogy hát mégis mi volt ez tegnap a tévében? De ez velem megtörtént. Tehát, hogy micsoda, hogy a tévében? Amikor még dolgoztam, tehát hogy amikor volt ilyen 8 órás munkahelyem, de már mellette tévéztem, rendszeresen szembesültem ezzel. Bementem valamiért kikérni valamit, valami papírt, valami, hogy hívják, aláírni valamit, stb. Átvenni a fizetésen, stb. És mindig megkérdezem, most engem ez mi volt a tévében? Mondom, kezi csókolom, nem azért jöttem be, hogy szönyek szélére tessék állítani, meg egy tévűsorba beszél, hanem csak egyszerűen át szeretném venni a fizetésem. Jó, itt írja alá. Na, azért gondolhatnám maga is jobban, hogy miket mond.
Ja. Ezt te állandóan kapodna. Ez az egész életedet végigkíséri. Igen, az úgy nehéz. Gyerekek, egy mondat a Bajai Flekiről, mert többen írjátok, hogy elment, az kuka. Az elment, az ott már ne várjatok semmi. De lesz új Bajai Fraki, meg Freki, meg Fraki is lesz. Úgyhogy csak azt ki kell várni még. Az december 14-én indul, de a Bajai Freki az azért ment el, mert az ment. Azon már csak zene szól, ott már nem vagyunk. De lesz majd új Freki, és mondhatjuk is, hogy hol, csak kell találd meg a levelet, Zsüllyéc, és akkor mondjuk, jó? Uh-huh. Hogy hol lesz az új és Bajai nem Freki. Csak ott lesz, hanem Kecskemét és teljes vonzás körzete megkapja, ami jár neki. Igen, Kecskemét a 96,5, és a Bajai Freki 88,7, jó? Ez az új Freki, de csak december 14-én lesz felkapcsolva. Oda megy Marinén, és így megnyomja a biztosítótárványt. Egy nagy... Lacika, a másodikat. Lacika, nyomd föl. Másodikat. Úgyhogy, úgyhogy megleszünk. Jó lesz, Bajai Freki? Ezt a két hetet kell valahogy kibillegni. Így van. A jelsz a Don't Panic Baja. Igen, ott vagyunk. Don't Panic. De a régi Frekin ott mi már nem leszünk. Ugye csatlakozik a Kecskeméti hálózat is, a 96,5-ön Csongrád, Nagykőrös, Kecel, Sol gyerekek, Baja. Ez egy új Freki. Itt a 88,7-es megahertzen leszünk majd december 14-től. Jó? De most ezt akkor hogy hallják a bajaiak, ha ott nem szól a rádió? Ugye ez egy örök anomália. Nem tudjuk nekik megüzenni, hogy tartsatok ki, hiszen nem szól a rádió, de ha online hallgatunk bennünket, akkor tudják, hogy mi a helyzet. Ez egy jó nagy Freki, meg egy jó nagy országrész, ami átszól, átsugároz ide-oda mindenhova, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó hír. Aki hallgat online, az kopogjon át a szomszédba, és adja át a Igen, vigyétek a hírét, hogy lesz Baján is Freki, csak ne ott keressétek, ahol a régi volt. Jó? Szerintem tök jó, hogy odaadtátok neki. Kis öröm a családnak, írok már, hogy ne csak rossz indulatú üzenet legyen. Dávid, de drága vagy, köszönjük szépen. Igen, a pörbőjek is fellélegezhetnek, és a csávójak is. A sükösdiek és a bátmonostoriak is. Igen. M0-ás kerüljétek, a hittól olyan dugó van, hogy bekakálsz, Levi küldte nekünk. Igen, gyerekek, ott valami nagyon nagy baj van. M0-ás déli szektor 6-os, ott valami nagyon nagy a baj. Úgyhogy vigyázzatok, jó? Paksi Frekivel pedig mi a helyzet, Zsülci? Jó az. Sugárzó jó kedvel mennek a paksiak, mert hogy valami ott köhög ott is. Gyerekek, az állózat, ez csoda. Csoda, hogy működik. Csoda, hogy megy. Nem? Uh-huh. Mi nem lehetne ezt már egy Frekire föltenni? Igen. Mert ahhoz kéne egy országos Freki, hát, ami viszont nincsen. Hát senki által nem hallgatott Danko rádiót el lehetne hozni. Igen. Nem? Hát mi az a szar? Hát ez volt bődületes. Arra egy ilyen jó értékes Frekit elpazarolni, hát ez komolyan mondom, Hejdunáról fúj az ilyet hallgatni. Az a 100.8, az egyébként ez egy tök jó Freki. Az volt a régi sláger. Az a régi sláger, a bumerang meg minden. És az most Danko rádiósz, szóval én értem meg minden. Na, szép dolog az ennek csak. Szép dolog, de minek? Szóval, hogy hányan hallgatják. Igen. A 89.5 lesz, hol egészen kiskolasig, ez tök jó hír. Oké, na, akkor elmegyünk. Viszont előbb tudunk akkor jönni, ha nincs más. Elmondtunk mindent? El. Szerintem el. Ja, mit, milyen kuglófan kint a konyhában? Érdemes kuglófasz? De azt mondja, egy kis panettonáit hoztam. Te hoztál egy kis panettonáit? Persze, egyétek, ígyjátok. Megjöttétek otthon a felét, azt nem volt olyan jó, mert hoztad a másik felét. Levetted a műfát, és mellől mögül a kiesett? Vagy mi történt? Földíszítettétek a műfát, és kidőlt valami 99-ben lejárt. Na jó lesz ezeknek oda. Nézd azért annak utána, ha behozta ott valami gyanús. Egész decemberben ezt a szart kerestem. Most kerül elő. Érted? De jó lett volna ez tavaly. A kínai karácsonyfa izzók mögött egyszer csak előgurult ez a doboz. Hát ránéztél, mondtad, még csak 2 éve járt le. Az úgyis csak egy szám kit érdekel, nem? Nem, az az érdekes ezekben a panettonikban, hogy ezeknek... Hogy 10 évig elállnak. Nem jár, igen, nem jár le a szavatosságuk, hát, és hát... Ezt gondold, de mennyi tartósítószer van meg. Kit érdekel, finom. Baj van, Balázs. Na mi a baj, Anna? Baj van, Balázs. Na mi a baj, Anna? A prémium avokádóddal baj van. Miért van? Meg van rohadva. Olyan kemény, mint a kő. Ja, ne törődjél velem. De nem, de nem, nem. Az hát... a nagyobbik baj, a megrohad. Igen. Ha kisebbik baj, akkor még érlejük egy kicsit. Így van, abban még lehet csak valami. Már fölvágta az Anna, ilyenkor már nem érik. Na, tudod, amikor megveszed a avokádót, a jó, direkt az érettet, és kibontod őket, és egy el van rohad. Oké, jó, köszönjük szépen. Megindulsz a másik, az is el van rohad. Olyan kár, hogy nincs egy olyan szerkezet, így... amivel így lehetne, hogy a tökéletes avokádó. Elviekben van, hogyha ezt a kis szárt csonkot így lepattintod, azt senkinek nem ajánlom, mert nem szeretik annyira mindenhol, minden zöldségesnél, de hogyha azt így lepattintod, és mögötte zöld, akkor az úgy egybe van, az ott jónak tűnik. Ha mögötte már egy kicsit ilyen szürkésebb, hát akkor az már rohad a nácskám. Balázs, most akkor ezt sajnos fölszeleteljük a nagyon halvány vékonyakra, és elrágogatod, mint egy nyuszi. Annyira kemény? Aha. Hát
Nem mondom, nem lesz egyszerű a fogyasztás. Spiritossal elmegy, fél, sok fűszerrel lecsúszik. Van itt valahol egy zsilletpenge, ilyen prosuttosra vár. Úgy. Szeletelt. Pontosan. Átlátszó, akkor az már jó. Csilipehely meg a bors, tarkaborsó, el fogja vinni Balázs, semmi le fog az csúszni. Persze, valahogy lecsúszik. Új, az istenes ráncbunyó még mindig, gyerekek. Ez jó visszanézni. Ez még sokszor. Még eltart egy darabig ez a cica harc. Igen, ez még megy itt a szájkarate, kérem szépen. Na, mondtam, hogy előbb megyünk, úgyhogy előbb jövünk. Jó, 7 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 3 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! 3 autó kisebb koc, M1, M7-es közös szakaszán, Budapest felé 6 km kő előtt, dugó alakulóban belső sáv. Nóri, drága vagy, köszi, hogy elküldted. Ha már ennyit beszéltetek róla, adjátok már a hírek után Huna Frekit, most úgy meghallgatnám. Jó, ez egy jó ötlet, leadhatjuk. Jó, leadjuk. Félkor egyébként. Jó, legyen így. Úgyhogy le tudjuk adni. De látjátok, egy picit előbb megyünk, akkor viszont már 7 óra után 4-5 perccel itt tudunk lenni. Ez tök jó, és akkor nem csúszkálunk. Győr Gönyű között főútvonalon idős néni 30-35-tel halad, csak óvatosan. Mondtam. Ez ilyen. Előjöttek a félők. Esik az eső, esik a hó, jönnek a félők. Jönnek a vadak. Jönnek a vadak, jönnek a félők. Igen, jönnek a félők, úgyhogy óvatosan. Jó? Azt mondja, kimerészkedtem a lakhatósági objektumból, überfos idő van itt a Kisalföldön. Lakhatósági objektum. Lakhatósági objektum. Ez a házad. Igen. Napok óta kerestek egy Beni nevű kis testű barna-fekete keverék kutyus, borzasztó hideg van, utoljára a 12. kerületben látták, második kerületi, de már messze csatangolt szegény. Uh-huh. Találjuk meg, írja valaki. Most én ezeket is bemondom, én ma ilyen a karácsonyi, a kuglóftól és a karácsonyi égőktől és a díszektől ilyen hangulatban. Igen, vagy. Nagyon helyes kiskutya is tényleg a 12. kerületben, és ilyen, hát én úgy tudom, hogy meglehetősen félős, de nem mindegy, nem is érdekes. Ha látjátok valahol, akkor jelezzétek. El is sok helyen fenn van most. Érdekes ilyen, tényleg egy ilyen össznépű összefogás keretében próbálják meg ezt a szegénykét megtalálni. Ugye legutoljára tényleg ott a hegyvidéken látták. Azért akkor jól elkeveredett, hogy jól elfutott a második kerülettől. 12. Hát reméljük, hogy van benne csip, mert arról nem nagyon szól a fáma, hogy... Aha. Na, de a második kerületből indult a kutya állítólag. Azért akkor azért leszi, hazatére sztori van. Tehát, hogy az... Hát reméljük. Ha a hegyvidéken van már fönt, akkor nagyon fönn van. Ha másodikból indult, akkor jó sokat megy. Hát igen, egy ilyen rémült kutyát nehéz így megfogni ilyenkor. Rohan mindenki elől, fut, amíg bírja, meg nem állítod, el nem kapod, nem? Igen. De hát nagyon fontos lenne, hogy legyen benne chip. Az rengeteget segít. Hát ha megtalálják. Hát ha megtalálják, aztán hogyha van benne chip, és hogyha a gazdi mondjuk felvállalja, és a többi, tehát hogy nálunk is volt már ilyen. Megfogtuk az utcán a kutyust, elvittük az állatorvoshoz, leolvastattuk a csippet, örültünk neki, mert a közelünkben volt, és aztán... És a nénivel mit csináltatok, aki kiabált, hogy ne vigyék el a kutyámat? Lefújtam borsprével. Nagyon helyes, jó, ezt várja el a szakvezető. Engedje el a kutyát, az enyém... Nem, ez egy kóbor kutya, visszünk is. Ne, ez bárki mondta. Majd leolvastattuk a csipszet. Visszavittük a kutyát, és mondta a gazdája, hogy jó, minden nap kimegy. A felelős állattartás az. Gyönyörű példája. És akkor így tudod, így nyelsz egyet, és akkor ott hagyod a kutyát, és tudod, hogy akkor másnap megint, minden nap kimegy. Ez volt a köszönet. Ez volt a köszönet. Igen, ez ennyit a köszönet. Mondod? Igen. És vittétek, visszavittétek állatorvos, beoltottátok, csipe, körmét levágott, tudod, bűzmirigy kinyom, megnyír, minden. Így van, minden így nap van. Kimegy. 50 ezer volt. Figyelj. Bélszinte vett a kutya két napig, tudod, ízzen minden meg. Visszavittétek, azt hittétek, síró gazda, tudod, fogadja. A Móni az rámegy lelkileg ezekre mind rögtön, ugye persze, akkor minden Facebook oldalra kirakjuk, mindenhol, tudod, ott van, hogyha valaki tudja esetleg ki a gazd, elviszed az állatorvoshoz, közben azért érted, nyilván eleve problémás, hogy otthon van két kutyát, hogy fogod egyébként a harmadikat odavinni, de tárod, lehet, hogy benne van a pakliban, hogy nem kerül a gazdája, rajtad marad, ami a nyakadon marad, idézőjem, nyakadon marad a kutyus, stb. De akkor elvisz az állatorvoshoz, leolvassák, hú de jó, megvan a gazdi, odamész, és ez a válasz. Na, minden nap ki szokott menni. De egy köszönöm, azért nem volt a végét. Nem különösebb. Nem, hát persze. Nem boríték, pénz, semmi. Mit? Semmi pénz, semmi boríték, semmi. Nem, az becsületes megtaláló. Mondom, mindig a K betűs nagyon egyszerű szó sem hangzott el.
hogy nekem köszönjük. Így lett annak idején tacskó kutyám, visszavitte a barátnőm, mert 5 hetes volt a kis pici tacsi, és átment hozzáik a kertbe, valahonnan már oda bókjászott, és volt benne annyi jó szándék, hogy becsöngetett, hogy hol vannak tacskó kutyák, hogy hol lehetnek, mert 5 hetes, hát mondta, hogy valakinek biztos. És akkor kinyitotta, nem mondom meg, hogy hol, és mondta, hogy adja ide, már 5-öt agyonütöttem kapával. 5 hetesek voltak a kutyák. Az kemény. Hát ezt mi Magyarországon még zsebébe. Csináljuk. Igen. Ezt az állattartást. Ja, és így lett nekem a szimi kutyám. Sokoknak annak még mindig nem esett le a tantusz, hogy ez egyébként ez miről szól, hogy ez felelősségről, ez tudatosságról, nem. Ez gondoskodásról, ez egy életfogytig tartó elkötelezettségről szól, mindegy ez van. Szóval akkor keressük a Benit, jó? Jó. 12. kerületben van, kibújt a nyakkörvéből állítólag, hát van ilyen. Van. Igen. Igen, igen. A hámot javaslom. Állítok azóta, a néni is szalad, nem tudják megállítani. Nem. Csak ő már a 7. kerületben van, de megállíthatatlanul. De attól fél, hogy megint elviszik az állatorvoshoz, hogy leolvassák a csipet. Én is keresem a 15 év eltűnt szüzességem, írja valaki. Ha már mindent bemondtuk, akkor boldog szülinapot Lackónak. Igaz, csak januárban lesz, de gyorsan kihasználom. Jó, hát ez elég kevésbé közügy, de... Üzenőműsor indul, most írjatok, most átmegy. Igen. Ki kell használni a gyengeségét. Most lehet egyébként nem csak az állatorvosnál, azt hiszem a morkutak csinálták azt, hogy igen, oda lehet vinni, fölemed a kutyit, egyébként már nagyon le is jó. Olvassa, nagyon jó. Hát jó, ha van benne. Nagyon jó. Igen, hát reméljük, hogy van benne. Igen. Tegnap üldögéltem a fürdőkádban, hosszasan, ez még nem olyan fura. Olvastam egy cikket a nőkről egyébként. Bögtöstem a ficsbába, hol nézegettem. Munkodj! Nem, egy érdekes cikk volt erről a karácsonyi szorongásról. A karácsonyi szorongásról volt szó, és a nők, összehasonlította a cikk a nők és a férfiak megélését a karácsony kapcsán. És az boncolgatta a cikk, hogy a nőknek mennyivel megterhelőbb, vagy sokkal sokrétűbb ez a dolog, mint amennyit mi megélünk egyébként ebből. De nem azért, mert hogy minket ez nem érdekel, vagy mert minket nekünk bármit alányt tesznek, hanem hogy a nőnek hányféleképpen kell ezen elindulnia, amíg a férfi ugye a maga gondolatmenetével teljesen máson gondolkodik, és más fontos neki az ünnepekben. És a nő az ugye, az tulajdonképpen minden egyes szálát az ünnepnek a főzéstől, a terítésen keresztül, a díszítésig, az eddig meg a dekorációig megéli, míg a férfi vagy tök másban van az ünneppel kapcsolatban, és tök érdekesen leírta a cikk, hogy teljesen mást veszünk, teljesen máshogy nézünk az ünnepre, meg más gondolunk el az ünnepről, és hogy mennyi olyan rejtett dolog van, ami ugye nekünk készszényként már megjelenik az ünnepben, mint a házi munka, amivel rejtett munka vagyunk, hogy hívják ezt, hogy észre se veszel, ugye ilyen csendes munka, nem hiszem, hogy rejtett. A mosogatógép kipakolása, a mosás, a kideregetés, de hogy ezt hívják ilyen olyan melónak, ami úgy megvan, de nem biztos, hogy észreveszed, hogy a párod azt, hogy megcsinálja, csak úgy mindig van tiszta tányér. Ja, igen, igen, sok férfi számára teljesen természetes, hogy benyúl az eszközöket, és van bent tiszta villa, tiszta tanácsok. Igen, van bent tiszta ruha, van bent vasalting, van bent vasalting, így van, kész az ebéd. Ti csináljátok az ajándékbeszerzést, a gyerekeknek a csomagolást, igen, a díszítést, a főzést, de nekünk mi van? Itt a legyen meg álljon a karácsonyfa. Meg azért a kis privát ajándékotok legyen, amitől bepánikoltok, általában 20-án így teszébe. És amikor kidolgoztad a beledet is, tehát ilyen nappal és ilyen heteken keresztül, kirepett a beigli. Igen. Igen, és hogy hány szálon ő indulnak ők el, és hogy mennyivel megterhelő a nőnek a karácsony, mint a férfinek. De ez azért, mert mi nem vesszük ki a részünket, vagy mi nem foglalkozunk ezzel, vagy mert szerintem elanyagoljuk őket? Szerintem más az ünnep alapból egy kicsit, ha férfiak azért másképp tekintenek erre a karácsonyos sztorira, egy nőnek sokkal fontosabb. Tehát egy férfi azt gondolja, hogy ha megvan a karácsonyi ebéd, van ajándék, áll a fa, akkor már meg vagyunk. A csajok szívük lelküket akarják beletenni. Ennek szépnek kell lenni, csillogónak. Én szarok rá, már bocsánat, hogy tiszta-e az ablak, vagy nem. A nő mit csinál? Előtte karácsonyi nagy takarítás. Igen. Tehát, hogy szerintem a lányok sokkal több, a nők sokkal több energiát akarnak beletenni, és tökéletesre akarják. Mi egy kicsit úgy vagyunk vele, hogy persze, hát karácsony, van karácsonyfa, oké, megvan az ajándék, majd eszünk valamit, jó lesz. Hát meg ott van az igazi férfias feladat, amivel gyakorlatilag minden számlát kiegyenlítünk, megfaragjuk a fát. Nagyon soha nem engedem, mert Péternek már nem lennének újjai. Jó, én nagyon
aktív, mert ugye hogy igazam van, azért kicsit legyél velem. Író ember, mert mivel gépelj, az orrával? Én úgy veszem, hogy uram, egy plusz kis pénz, és már faragják is be. Tehát én viszem a talpat magammal. Ja, hogy ne, persze, minden évben új talpat veszek, ott a fenyőfásnak. Persze, 35 darab talpunk van az erkélyen, de úgy állnak a talpak, mint a húzat. Nem lenne már újja, tehát hogy az nem nálunk nincs ilyen. De valóban így van, tehát hogy... Hát sok feladat van, én úgy élem túl ezt az időszakot, már hogy most hétvégén. Egyrésztről rendesen inni kell. Masszívan piac. Hogy egy picit többet iszol, mint egyébként. Egy picikét többet. Bevásárlólistákat gyártok, tehát tervszerűen megcsinálom azt, hogy mit kell venni, melyik nap, és már megvan a bevásárlólista, hogy melyik süteményt fogjuk megsütni, ahhoz az alapanyagok, és akkor ez egyfajta mankót, egy biztonságot ad, hogy ne szorongjak. És már ott van a táskámba bekészítve, miből mennyi kell, mi lesz lesütve. És akkor ezt így valahogy így azt érzem, hogy valamit már csináltam. És még nincs december 1, és akkor már tudom azt, hogy miből mennyi, és ez megnyugtat. Egyébként kevés, komolyan. Tudatos az, igen, a baj. Komolyan, mert nagyon tudatosan megnyugtat. Tervezed, akkor szépen el lehet. Úgy van. Hát pont veled beszéltük valamelyik, igen, nap, ugye a karácsonyi boltzár, hogy aki 23-án este nincs ezzel meg, hogy az már magára veszem. Érted, hogy már 24-én mész aranymazsoláért a Kuglovba, vagy, vagy már ott mit akarsz? Hát meg kell sütni, tehát megvan az, hogy mondjuk 14-én elkezdünk sütni. A linzereket már meg lehet csinálni, azokat be kell tenni dobozba. Mi kell a linzerhez? Mennyi kell, mekkora adagot akarunk sütni? Jézusom, én figyelj, én a dekoráció. Én már szerintem májusban tudtam, hogy hol fogom megvenni a karácsonyi panettonét. Rákészült, elérted. Tehát nem az, hogy hogy fogunk lesütni. Nálunk egy van, Molinak van egy nagyon jó kis kekstorta receptje, ő minden évben egyszer hajlandó, hát azért hajlandó, mert hát hogy fogalmazzak szépen, tehát hogy nem túl nyitott a konyhaművészetre, és hát ennek megfelelő a tehetséges. De a kekstorta az zseniális, ez minden évben egyszer megcsinálja nekem. Kapok egy ilyen rút kekstortát, amit valószínűleg egy másfél órát be is nyomok, tehát egy gyakorlatilag az egészet felzabálom úgy, ahogy van, és én meg megveszem ezt a kis panettonét, ezt viszontlátásra. Nem fűzitek túl nagyon a dolgot, nem pörgítek. Én se sütök ilyeneket, hogy nem bonyolult a karácsony nálatok. Elkenegetünk már rá még, mit tudom, egy fél kiló kis pándisztel, csoki krémet, vagy magyarok krémet, érted, az kész, az meg elviszi. Na jó, nézzük akkor meg, jó? Csak is kizárólag nők írjanak most nekünk, jó? És egyetlen egy mondatban, egy darab keresztnévvel, ami férfinak szól, férnek, szeretőnek, barátnak, tök mindegy, bárkinek. Egy mondatban leírhatjátok, hogy idén mit kértek tőle, de nem ajándék. Nem fülbevaló, meg nem tudom, brabusztuling a gére, nem erre gondolok, meg egy új cipő, hanem mit csináljon meg, milyen legyen, mit kértek tőle. Nevezzétek keresztnevén, és mondjátok el, hogy ha ezt az egy dolgot megcsinálja, végrehajtja, vállalja, akkor ti már sokkal boldogabbak lesztek. Egy keresztnév nem kell, hát ha magára ismer. Jó? Bármi, hogy édesem, ha egyszer... Tiszt alsó. Az is jó. Kedves István, ha karácsonykor legalább megfürdenél, 14 éve vagyunk, hát én már azért nagyon hálás vagyok. Ha levinnéd a szemetet, ha egyszerre helyettem feldíszítenéd a fát, ha elmennél a piacra bevásárolni, ha bálon látod, hogy a gyerekeknek becsomagolod az erdőt, mindegy. Jusson szappan a facsi alá is. Igen. Írjátok meg, hogy mi az az egy dolog, ami már egy kicsit a párotok, férfitársaink jobbá, szebbé, kényelmesebbé, komfortosabbá, meghittebbé tudná varázsolni az ünnepet. Ez nagyon fontos, hogy itt nem feltétlen ajándékról van szó, tehát nem, hogy mit kértek, hanem, hogy mit tegyen a közösbe. Mit csináljon meg, mit vállaljon át tőletek, amit eddig nem csinál, vagy egyáltalán semmit nem csinál. Jó, mi legyen bármi, ami jól jönne. Mi is eljátszhatjuk egyébként, tehát hogy itt is meg lehet ezt csinálni, csak így mondom. Mi lenne, ha nekem sütnél tükörtojás, mondjuk december 20-án. Például egy ilyen, egy nap látványra tükörtojás, disznósült. Igen, kolbász van szíve. Igen. Jó, írjatok nekünk. Azt mondja, hogy nagyon-nagyon sok SMS jön már. Anna, Józsi, légy szíves. Úgy, de szeretem. Józsi, légy szíves. Ne fordd össze a vécét. Jézus, csak takarítsd le magad után. Igen. Tihamér, fesd már ki a lányunk szobáját karácsonyra. Légy szíves, szürke legyen a színe. Várjál, ez nagyon tipikus. Figyelj, egyet kérek,
ne 24-én télben Mackó alsó felső középsőben ajándékozzunk. Mackó alsó felső, az mennyire klasszik. Mennyire klasszik. Ja, és legyen a falat valami meglepi. Betty írta nekünk. Nagyon jó. De nevezétek nevén, hogy kitől kérjétek nyugodtan. Vagy akkor ne írjátok alá, vagy nem olvasom a neveteket. Jó? Egyébként nagyon szép. 24-én nedélben Mackó alsóban ajándékozzunk. Ugye, hogy hát az nem figyel. Szerintem ebben sok minden benne van a férfiakról, hogy ők azért ehhez hogy állnak hozzá. Léci. Otthon vagyunk. Minek költözze ki a nagy szobába? Igen. Zsolti. Neked, Zsolti, idén léci, ne vágd magad off-ba. Ne vágd magad off-ba, és faragd be a fát. Igen. Jani, csináld meg a küszöböt. Jó? Kinga kérte. Az Sanyi, léci, ne szólj hozzám. Így is stresszbe vagyok. Most a csajneveket direkt nem olvasom, hogy ne legyen nagyon rázósatot, mert én ugye... De lehet, hogy ő akarja, hogy beazonosítja. Akkor viszont írjátok alá, mert a Viberen én ugye látom a neveteket, de akkor írjátok alá üzenetbe, és akkor úgy beolvasom. Igen, jó? Mert akkor nem olvasom meg. Mert az a Viberen mindenkinek látom a nevét, de úgy nem olvasom meg, igen. Lajos, légy szíves, ne rúgjál be, mint a szamár délben 24-én. Értitek, milyen képet kapunk a férfiakról, hogy ők mit csinálnak 24-én? Melegítőbek köszöntenek, be vannak rúgva. Értitek, hogy azért tényleg, ez a cikk tényleg erről szólt, hogy mennyivel terhetebb ez az egész a nőknek? És ha ezeket így látod, ezeket az SMS-eket, akkor érted, hogy miről van szó. Dávid, mondd meg anyádnak, hogy idén nem megyünk karácsonykor. Nagyon jó. Valaki túl van már mindenen. András, azt kívánom, hogy jövőre váljunk már el végre. Puszi Ági. Péter, életem, azt a szóval gyerekszobát csináld már meg 4 éve kérlek. Igen. Azt mondja, hogy Zsolti, én csak azt szeretném kérni, hogy ne legyél Grinch. Ő csak ennyit kér. Aha, ő tönkre. Ő tönkreteszi, mérgezi, manipulálja és szétszedi azokat, akik szeretnék egyébként a karácsonyt jól megélni. És pont ugyanannyi energia szétrólkodni, mint jóvá tenni egyébként. Igen. Tehát, hogy egyszer próbált ki egy évben, hogy tud a szép lenni. Igen. Zsolti, válasszuk már ki a fát. Egy hónapja könyörgök, hogy ne a maradék nyomi fákból kelljen. A kevésbé nyomit kiválasztjuk, ez tényleg így van. Minél kevés, minél később beszed, annál nyomi. Tök jó. A Horsira, Robi, légy szíves, a karnisokat furmál fel a falra, ha már szeptember óta itt rohadnak a nappaliban. Azt beszéltük, karácsonyig felteszed, de gyanús, hogy még szent este is minket fog nézni az utca. Zsolti, légy szíves, ne borulj ki a készülés miatt, ha már nem csinál semmit. Jó? Panka. Tehát ő alá is örte. Igen. Attila, kérlek, idén 23-án legyen otthon a fa. Ne kelljen 24-én szanakszal kezdenem, mert ráj. Jézus Mária, hogy karácsonyoznak a pasik? Azért ez nagyon 24-én kemény. 24-én ráér. 24-én ráér, igen. Ja, Istenem, Dani, 24-én ne menj el az anyádékhoz. Úgy, de nagy. Ez milyen szép. Dani még nem vált el. Dani még nem nőtt föl. Dani még 24-én elmegy az anyukájához. Fontos cuki. Neki. Dani még nem nőtt föl. Fontos. Mamának fontos. Igen, Dani még nem vágta el a szállokat. Ő még 24-én átrongyul egy kicsit a mamához. Lehet, hogy mama azért tesz rá némi lelki terhet, hogy rohanjon át. Tehát lehet, hogy mama azért. Mama se könnyű, de Dani átrongyul. És ugye mama főszét nem utasítjuk vissza, viszont utána hazamegy szépen, és nem eszik semmit abból, amit a párja csinált. Mert mamánál már jól lakott. Igen. Én a férjemnek üzenem, könyörgöm, legalább karácsonykor ne bagózd majd tele a fürdőszobát. Kicsinálsz ezzel idegileg. Dani vagyok, kezdem rosszul érezni magam. Zsolti vagyok, kezdem rosszul érezni magam. Hát, meg kell nézni. Igen. Dani, miért nem menjen el az anyjához, kérdezi valaki. Hát, tudunk kéne ugye az állapotot, hogy itt mi a helyzet. Igen. Család van már, gyerekek vannak, ketten vannak, csak csajszi van, ott már egy külön család van, szóval az véleményes. Most a 24-én te átmész az anyukádhoz, de nem viszed el a párodat így magaddal, van. Az több, mint jelzés értékű. Így van, így van. Szerintem. De lehet, hogy a mama egyedül él, 24-én délelőtt egy puszira átugrik, de akkor megöleli, és aztán rohan vissza a családjához. Itt az arányok fontosak, hogy mennyi ideig van ott. Okay, de ha te azt mondod a párodnak, hogy figyelj, az anya egyedül van, menjünk át hozzá egy fél órára, és szeretném, ha te is velem jönnél, az okés. Szerintem... Kérdés, hogy milyen az anyós menny viszony. Egyedül az is fontos, sok összetevője van. Ha egyedül megy, akkor szerintem ez ilyen. Meg hát délelőtt átugrik egy puszira, de csináltam a hókiflit, akkor egy kicsit hókifliznek, azzal elmegy az idő. Jó, hát ott van az ebédre is, ha meg ott maradtál ebédre, nézzük meg még a régi fotókat, ami még olyan helyes volt ebbe a kis fehér térzokra, mert húha, mennyi az idő, vacsorázzik. Dani át fog jönni, Dani anyukája. Dani át fog jönni. Robi, légy szíves, ne kelljen
dicsérni, hogy milyen szépen beállítottad a fát. Ez az egész karácsonyi munkád. Úgy gondolom, Robi, megy, ha nézd be, meg a fát. Azt nem is mondod, hogy milyen jó lett. Ha nézd be meg a fát, Robi semmit nem csinál, Robi viszont nagyon büszke arra, hogy ő beállította a fát. Ennyi. Gyerekek, nagyon tipikusak vagyunk egyébként. Hát igen. Szóval, hogy nagyon-nagyon egyértelműen működik, igen. Jani, a szennyes ruháidat dobd be a szennyesbe, és ne az ágyra, legalább karácsonykor, közi ki Kinga. Fú, gyerekek, nagyon tipikus. Drága szerelmem Ádám. Azt kérem, maradj mindig egy jó mer, mint most, feleséged Éva. Na látjátok, dicséret is van. Na, dicséret is van. Úristen, nagyon sok SMS van. Kedves férjem Donát. Légy szíves, azt a stukkót az ágy mögött tedd fel, kérlek, a fali szobába. Április óta készülsz vele. Állapos ember ez a Donát. Igen. Kedves cseresen szájú szerelmem, kérlek, ne öltözz át 4 óránként karácsony napján. De most csak is kizárólag nők írjanak, ezt Tamás írta egyébként, de most a nők panaszkodhattak a férfiakra. Jó, hogy mi a helyzet, vagy hogy mi... Mit csináljanak, vagy mit ne csináljanak. Atika, légy szíves, rakd el ezt a rohadt gyerekülést, amit fél éve ígérsz. Hová rakjam a fát? Igen, jó szó. Amikor karácsonykor porszívózom, legalább a lábadat emeld fel. Valakinek a kicsi semmi. Azért a férfiak jól hozzák le ezt a karácsonyt. Fíj, semmit nem kell, légy szíves, emeld fel a lábad. Ennyi. Ne csinálj halászt levelte, ne csinálj töltöket, ne faragd be a... Csak emelt fel a lábadon. Igen. Kristóf, ne mondd el minden nap, hogy gyűlölöd a karácsonyt. Ne mondd el minden nap, és hogy alig várod, hogy vége legyen. Úristen, de miért vagy ekkora grincs? Igen. Kedves Tomi, annyit kérek karácsonykor, ne legyél piás. Eldugtam a fügepálinkát. Ne légy szíves, ne rúgjál be. Kérlek, Pisti, most töltsük együtt a szentestét. Nem akarok hazamenni a problémás szüleimhoz, csak mert te haza akarsz menni a tökéletes családodhoz. Júj, de szép. Mennyi üzenet mennyi van benne. Minden van ebben az üzenetben. Töltsük együtt a szentestét. Nem akarok elmenni a problémás szüleimhez, mert te haza akarsz menni a tökéletes családodhoz. Milyen mély, nem? Milyen sok mindenről szól egy ilyen üzenet. Egy egyszerűbb, de szerintem teljesen lényegre törő. Józsi, ne menekülj a vécére a gyerekek elől egész nap. Józsi nagyon a forma. Józsi már most imádok. Melegítő gatyába, pólóba, ül a budin. Masszívan telefonozik. Masszívan ül a vécén. Teljesen ki van. Vécé vagyok. Teljesen ki van a karácsonykor. Egy bánc van a vécén. Apa meg jól alakulatjon. És két és fél órát pörgeti a Tindert. Mindjárt kicsim játszunk. Igen. András, köszönöm, hogy 18 éve minden karácsonykor te csinálod a karácsonyi menüt. A következő 20 évben is a tiéd, Renata, küldte nekünk. Igen. Aztán csajok, örüljetek, hogy nem leszünk öngyilkosok a sok karácsonyi figyfirit nézegetése közben a Pepkóba ír. A Barni kicsit kiszólva a férfi társaknak, hogy tartsanak ki. Igen, ez se. Gyenge védekezés, de azért na. Igen. Kedves édes szerelmem István, te vagy az ajándék nekem, írta Évi. Dicséret gyerege. Igen. Tibi, 24-én menjél haza anyukádhoz, légy szíves, egy hétre. Azt a mindenségét neki. Ja, Istenem. Most már pasik is beszálltak az üzengetésbe, de majd akkor ezt megcsinálják valamikor a másik oldalra. Jó? Jó. A másik oldalra, amikor a férfiak kérhetek valamit. De mondom, ez a cikk ez leginkább arról szólt, hogy 80-20 a megosztás. Tehát 80 a teher a nőkön, és a 20 a férfiakon, kivéve egy-két szép hímpéldánynak, aki azért sok mindent vállal, igen. Misi, legalább most karácsonykor nem morogja semmiért, próbáld meg élvezni. Zoli, hagyd a karácsonyi nagy takarítást, pihenjél, mániákus rendrakol, drága. Akkor ő pakol, akkor ő szorong. Karácsonykor fogod megállítani. Nem, akkor ő szorong, ő pakol. Karácsonykor nehéz, mert akkor van apropója. Tudod? Igen, folyamatosan pakol, igen, kényszeres, akkor ő nagyon, ő belül éli meg ezt a karácsony. Jaj, sem. Igen, drága férjecském Laci, én csak annyit kérek, hogy legalább karácsonykor csukd be a WC-ajtót. Pláne, amikor vendégek vannak. Laci is jó fej, Laci, jó, adom, Lacit adom. Ő be se csukja a budi ajtót. Nem szórakozik, kész, de. Józsi magára zárja. Igen. Jött azért egy férfi is gitta, legalább karácsonykor ne csalj meg, köszönöm, de most férfiak nem üzenhetnek. Ez gitta se lopja a napot. Ez most már csúszott. Gitta már valószínűleg egy céges bulin el fog hajolni valamikor december elején. Ja, Istenem. Drága szerelmem László, idén légy szíves, ne kezd ki a hugommal a családi vacsoránál. Jézus Mária. Jézus Mária. Az megvan? Haladó. Az, igen, talán ugye, ez a legjobb az, szó. Talán igen, ez a legjobb nem SMS-t írsz neki egy januári estén. A karácsonyi vacsorát csinálod. Profi.
Igen, igen, igen. Ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Na, írjatok még, jó? De, csajok, de most kizárólag mi az, amit kértek a pasiktól? Arra az egy napra. Mit csináljon, mit vállaljon, milyen legyen, vagy éppen milyen ne legyen. Jövünk mindjárt. 3 perc pontosan, 7:30. 3:48 lesz, pontosan 8 perc. Szóval hello mindenkinek, még mindig nagyon sok üzenet jön, úgyhogy szerették a női hallgatóink ezt a témát, de egyébként tényleg jók jöttek. A egész hallgatom, maradj ilyen, amilyen vagy, hallgatom az SMS-eket, most jövök rá, hogy milyen jól. Látjátok, milyen hasznos ez az adás, hogy arra is rá lehet jönni, hogy azért a pasitok az mennyi mindenben tud segíteni, vagy mennyire hasznos is tud lenni, vagy hogy a jót is észre lehet venni, nem csak a igen, mondjuk nem ez csak sokkal a kevesebb ilyen SMS érkezett, de mindegy. Igen, 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 igen. Igen, de tényleg de jövőkének drága Károly, még egy-kettő aztán témát váltunk, mert van egy leszervezett internetünk, drága Károly, könyörögve kérlek, legalább 24-jei véghajrában ne állj a konyha közepén tanástalanul, mint a Travolta. De jó. De jó. Tanástalanul. Igen. Norbi, még valami, ne puffogj, hogy te nem szereted a rizst, akkor pucolj krumplit, de sokkal. Ja, Istenem, tényleg nagyon jók vannak. Légy szíves, ne a betonozó ruhádban legyél legalább 24-én. Jó, ezt üzeni valaki a drága. Igen. Sanyi, kérlek, szakadj le anyádról, szóval nagyon, nagyon jó kérlek. Létszél legalább karácsonykor, most ki az olajat a körmeid alól. Igen, Norbi, kérlek, ne 24-én jusson eszedbe borotválkozni a tiszta fürdőszobában. Ez pedig Szandra írta nekünk, köszönjük szépen. Na jó, van tényleg nagyon sok, majd megcsinálják az ellenkezőjét is, jó? Amikor a pasik kérnek a csajoktól, de azt hiszem, hogy mivel a nőkön tényleg több van. Hát igen. Stresszben, felelősségben, nem tudom, azért ez látszott az SMS-ekből, hogy azért férfi társaink, nem tudom, hát kevésbé veszik ki ebből a részüket. Így azért ez úgy igazságos, hogy őket hallgatjuk meg inkább. Mi a helyzet az M0-áson? Áldogálok már vagy 10 perce. Gyerekek, azt mondtuk, a déli szektor a 6-os felé elesett, Halásztelek és a 6-os út között van egy baleset a hídon az M7-es irányában, úgyhogy az teljesen beállt és bedugult. Azt el kell felejteni. M3-as bevezető megint elesett, már fent van a sor az M0-ás Fóti kihajtójánál, gyerekek. Az is nagyon szép. Egy utolsót kérlek, Misi. Na. Kérlek, idén picit jobban lepődj meg, hogy már megint nem vettél nekem ajándékot. Jézus már! Óriási vagy, Eszter! Igen, nem, jobban. Nem vette! Nem vettem! Azt, ha nekünk elfelejtettem! Hát de biztos? Hát egész évben benne volt pedig az hagyamba. Basszus, pedig olyan jó ötletem volt. Tényleg nem vettem? Hogy lehet, hogy sokat szóra meglepődt, és lehozza, és ő meglepődött. Ne csináld, hát pedig... Biztos vettem, vagy csak akkor eltettem valahol. Tényleg, pedig hát azt hittem. Ja, Istenem, pedig... Hogy, mert fölmentem a weboldalra, és úgy be is jelöltem, csak... Ja, lehet, hogy a fizetésnél... Jaj, aha. Igen. Biztos, ez olyan szomorú. Ez van, akit azért nagyon szomorú SMS-ek azért ez is. Olyan szomorú. Igen. Az, hogy kérlek, jobban lepődj meg, hogy idén nem vettél nekem megint semmit. Ne, most tényleg kapjon ez magához, és tényleg menjen el. Ne, sőt, szerintem csináljunk meglepődő versenyt a hallgatóknak. Telefonáljatok be, és lepődjetek meg. Ki tud, mennyi, ki tud mennyire meglepődni. Ki tud jobban meglepődni. Most ez... Ne csinálj. Nem vettem ajándékot. Szomorú. És hogy nem először, tudod. Tehát, borzasztó. Hogy ez valószínűleg itt évek tapasztalata van borzasztó. Ebben. Nem az első. Igen, 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 igen. Na jó van, gyerekek. Oké, viszont képzeljétek el, mik történnek itt, ugye. A nagyvilág, vagy csak egy kis rövidre belefér. Hogy bíróságra megy a Pepsi műanyag szennyezésére. Hát mik történnek itt, gyerekek? Ez most... Elcsípték őket. New York állam, ugye mi nagyon sokat beszélünk azért erről a műanyag ügyről, ami most egy ilyen új fétisünk lett nekünk is, meg ugye a világnak, meg a gletszerolvadás, meg mondjuk legyen is. A klímakatasztrófa, hogy most itt van ez a műanyag katasztrófa, ugye hát ez ilyen érdekes történt. Viszont tényleg jó hír, New York állam perelte be, az egyébként New York államban található Pepsit, mert hogy szennyezik a Buffalo folyóvizét és élővilágát a műanyag szennyezés miatt. A WAF szerint a térség legnagyobb okozója egyébként a Pepsi, és beperelték őket, ahogy egyébként a Danont és a Coca-Colát is korábban, meg a Nestlé-t, mert hogy félrevezető kijelentéseket tesznek, és greenwashással vádolták meg őket, és ami azt jelenti, hogy környezettudatosabbnak mutatják a termékeiket, mint amennyi. És összegyűjtött, mint amennyire valóban környezet kímélő. És összegyűjtötte különböző mintákat a Buffalo folyó mentén, és kiderült, hogy a műanyag szemét legnagyobb részét a PepsiCo egyszer használatos csomagolásai tették ki,
Szexuális zavarokat, bélgyulladást, ideggkárosító hatást okoz egyébként a város ivóvíz ellátásában. Uh-huh. Az a fajta szennyezés, amit ugye okoz a Pepsi azzal, hogy ilyen mennyiségben állítanak elő műanyag termékeket. És valami érdekes a cikk, mert kiderült, hogy egy évben maga csak a Pepsi, csak a Coca-Cola évi 3,3 millió tonna műanyag palackot termel, vagyis percenként 200 ezer darab flakont. Hoppá. Azért az gyerekek. Azek egészen megdöbbentő adatok. És oda jutunk, hogy most már államok perlik ezeket a nagyüdítőital gyártó cégeket, hogy valahogy próbálják meg, hát nem is tudom, átállni, vagy csökkenteni, vagy megváltoztatni a termelésüket, mert hogy bődületes mennyiségben szabadítják a világra a műanyagot. Ami aztán mikroműanyag formájában megy az ivóvízbe, és hát teszi tönkre a lakosság egészségügyi állapotát. Hát az egyről kettőre való átállás biztos, hogy nem megy. Figyelj, olyan mennyiségben használjuk ezeket, nyilván az újrafelhasználás, aztán a tudatos szelektív gyűjtés. Igen, meg a tudatosság a vásárlók részéről is. Tehát, hogyha a vásárlási szokásaidon változtatsz, azt általában rugalmasan lekövetik a gyártók is, mert ha valamit nem veszel, azt nem fogják gyártani. Ráadásul ezekből az üdítőkből pont van alupalackos is. A kólából, a Pepsiből is, meg a Coca-Colából is. Ugyetek, nekem viszonylag kevés ilyen idézőjeles, ilyen káros szenvedélye van, de én marhára szeretem ezeket a commerce üdítőket, és ráadásul az zérókat, de hogy mindig csak féndobozosat veszek. Ennyi. És akkor ki is van fogva az orra ennek a sztorinak. Így van. Ott a kiszerelésben vagy meglőve, hogyha nagy családit veszel, az ugye nincs alumíniumban. Az nincs. Az oké, akkor mit mond a Pepsi? Jó, gyerekek, bepereltetek. Jó, mondjuk nem tudjuk megvenni a bíróságot. Mondjuk nem a miénk. Milyen jó felvetése. Jó, nem tudjuk megvenni. Jó, akkor mit csinálok, nem gyártunk ennyit? Kevesebbet gyártunk. Ők is meglepődnek, amikor szembesítik. Mi? Hogy? Micsoda? Mi ezt gyártjuk? Ez a miénk? Műanyagban? Ezt én nem tudtam. Tehát milyen valódi intézkedés lehet itt, hogy New York állam, maga az állam beperli a Pepsit? Uh-huh. Tehát mi történik itt valójában? Mi változik? A Pepsi azt mondja, igen, minden megteszünk, ja Istenem, hát azért ez egy bonyolult ügy, nagyon komplex, mert itt aztán a lakosság dobálja el, meg mindenkire fogják, igen, meg kenik, az a hülye, aki megveszi és eldobja, és nem újrahasznosítja, közben nem nagyon lehet ugye újrahasznosítani, csak rátesznek mindenféle zöld logókat, hogy ezzel egy kicsit enyhítsék a felelősséget, de nagyon nem változik azért ezzel semmi, tehát ezek az a 3 millió tonna, 3,3 millió tonna évente a Coca-Colától azért az nem kevés, ez nem fog lejjebb benni, mert valaki bepereli őket, nem? De lehet, hogy elkezdenek rajta gondolkozni, azért egy ilyen több milliárdos perte nyakadba akasztanak, itt biztos, hogy nem, mit tudom én, 1 millió dollárról van szó, hanem valami irgalmatlan összegről, akkor te magad is elkezdesz gondolkozni, hogy jó, akkor vezessük be, nem tudom, a literes, hogy hívják ott, érted, alupalackot. És akkor azzal már tudsz váltani. Jó, tényleg az üveges kóla, emlékeztek? A más az íze is. Persze, vicces. Sokkal több szénsav marad benne, vagy erősebb, a kis két decis, és az még éttermek kapható a kis két decis kóla, jó, de voltak ugye a literes üvegek, az igazi üveg, a klasszikus üveg. Figyeljetek, szerintem ami tök fontos ebben a dologban, és amit tud tenni ebben az esetben mondjuk egy kóla, hogy mert hogy ugye ő legyerti ezeket a terméket, aztán az emberek kevésbé környezettudatos gondolkodásmódjának meg viselkedésének következtében kerül ez egyébként be valószínűleg a folyókba. Megszennyezi a környezetet, tehát ugye a kóla, a Pepsi, meg az összes ilyen nagy multi azt tudja csinálni, hogy mondjuk sokkal több pénzt költ az edukáció. Óra. Nem tudom például, hogy az Egyesült Államokban visszaválthatók-e ezek a palackok, de ha nyilván, hogyha ezt a visszaváltást támogatod, és mondjuk nem azt mondod, hogy eldobható, vedd meg, gyorsan megszabadulhatsz tőle, stb., hanem a visszaváltást támogatod. Ha mondjuk finanszírozol rengeteg ilyen visszaváltó helyet, hogyha kim vannak a plakátok, amikben felhívod a figyelmet arra, hogy ezek szelektív hulladékgyűjtő udvarokba kerüljenek, meg szelektív módon gyűjtsék őket, és ne dobálják őket szanaszél, stb. Ennyit tud tenni a Pepsi. Na, ugye megkérdezzük Simon Gergőt, van a Greenpeace-től. Hello Gergő, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Jó reggel. Hello. Sziasztok, tőled van ez az adat? Ez az 3,3 millió tonna műanyag palack a Coca-Colától? Ez egészen elképesztő. Nem, ez sajnos ez elég sok helyen megjelent. Tudjuk, hogy igazából folyamatosan növelik igazából a műanyag palack eladásaikat ezek a cégek.
évek óta beszélünk a műanyag krízisről, a szemétszigetekről, a mindent elárasztó mikroműanyagról, de ennek ellenére azt látjuk, hogy mindenhol csak növelik az eladásokat, és mindenhol igazából lecserélik a visszaváltható, újra tölthető palackokat eldobhatóvá, tehát a trend igazából folyamatosan romlik, de magyar adataink is vannak, kb. Másfél milliárd palackot használunk Magyarországon évente. Másfél milliárd palack? Másfél milliárd, igen, millió ember. A 10 millió ember, hogy a másfél milliárd palackot használ el. Jézus Magyarországon, meg. igen. Szemléletesen egyébként a Greenpeace-el egyszer egy pár órányi magyarországi petpalack fogyasztást letettük a parlament elé, és ez is több hatalmas bála volt. De hát ehhez hozzájön egyébként ezeknek a cégeknek a kiegészítő termékeik, és a PER erről is szól, hogy a Pepsi nagyon sok egyéb a chipseket, mindenféle snackeket is gyárt, és azokat jellemzően nem csak, hogy nem újrahasznosítható, hanem eldobható, hanem nem újrahasznosítható csomagolásba. Például a chipszerzacskom, vagy egyszer alumínium és műanyag, az még csak ha akarjuk se hasznosítható újra. Mi van ilyenkor egy perben? Mert kapnak egy kis büntit, befizetik, hát azért itt ír a cikk ugye a Danonról, a Nestléről, a Coca-Coláról, tehát hogy voltak már perek, ahol megvádolták őket félrevezető kijelentésekkel, amit ugye a műanyagpalackokról tettek, de olyan nagyon, nagyon nagy változás nincs, becsengetik a büntit, és minden megy tovább, nem? A PER úgy nézem, hogy alapvetően arról szól, hogy azt állítja magáról a Pepsi, hogy nekik környezetbarát a csomagolások. Ugye azt Magyarországon is megszokhattuk, hogy minden eldobható csomagolásra ráírják hatalmas betűkkel, hogy újrahasznosítható, én újrahasznosítható vagyok, stb. Tehát aztán rá van bízva az államra, a lakosra, a különböző, mit tudom én, vállalkozásokra, hogy tegyenek valamit ezzel a szeméttel, amit kiszervezett a lakosságnak az élelmiszergyártó cég. Tehát egyrészt áttolják a felelősséget, és azt mondják, hogy oldjuk meg. Ez Magyarországon még megvalósulhat valamilyen mértékben, hiszen itt mégis a rendelkezésre áll szelektív gyűjtés. Újrahasznosítása pont PET palacnak nincs Magyarországon élelmiszer célú, de Németországba szállítjuk egyébként jelenleg ezeket a bálákat, a PET szemét van. De a lehetőséget feltüntetik a cégek, mint valami nagyon zöld dolog, és ezt kifogásolta különösen az amerikai állam, New York állam, hogy ez ilyen környezetbarát szlogennek tűnik, de önmagában semmit nem jelent az égvilágon, hiszen semmit nem tesznek azért, hogy ez hasznosuljon, hogy kevesebb szemét legyen, hogy hasznosuljon a szemét. Tehát ez egy klasszikus zöldetestés, hogy megmondjuk, hogy te csinálhatsz vele valamit, és akkor zöld lesz, de mi igazából nem csinálunk semmit. És olyan műanyagparaszt nincs, amit többször fel lehet használni, vagy egyszerűen tudnák már, megvan a technológia, csak mondjuk drága, vagy nem éri meg abba fél liter üdítőt beletenni? Hát az a baj, hogy a fejlesztések nem abba az irányba mennek, és ez az, amit kifogásolnak egyébként ebbe a perben is, hogy a környezetvédelem valódi céljait szolgálja az élelmiszeripar. Tehát ugye az lenne a cél, hogy megelőzzük a hulladékot, az a fő cél egyébként az Európai Uniós hulladék hierarchiában is az a legfontosabb, és ez követi az újra használat, azaz amikor újra töltjük akár az üvegpalackot, akár más anyagból készült palackot, és csak ezt követi az újra hasznosítása abban az úgynevezett hulladék hierarchiában, amikor a termékből, a csomagolóanyagból próbálunk újra csomagolóanyagot csinálni. Ez a PET esetében egyébként egész jól megvalósítható, ahogy az alumínium esetében is. A alumínium esetében egyébként végtelenszer, csak nagyon sok energia kell hozzá, főleg, hogy a kis dobozokról van szó. PET esetében pedig egy olyan 6-7-szer lehet újra hasznosítani, mielőtt szétesnek ezek a szálak. De fontos hozzátenni, hogy arról senki nem beszél, hogy például a műanyag újrahasznosítás az jár önmagában rengeteg mikroműanyag szennyezéssel. Tehát az sem egy jó megoldás. Hogy ahol hasznosítjuk az eldobható palackot, ott rengeteg szemét van, rengeteg apró műanyag szemcse kerül ki a környezetben, ami gondot jelent. Tehát mégiscsak zöld fenntartható szempontból mégis az lenne a cél, hogy ezek a cégek azon gondolkozzanak, hogy hogyan előzzük meg a hulladékot, tehát hogy mondjuk legyen egy Coca-Cola csap, ahol tudunk a saját üvegünkbe mondjuk csapolni, vagy pedig hogy tudják az újratöltést, a visszaváltható palack töltést minden jobban fejleszteni. És pont ez a gondunk egyébként a Magyarországon bejövő új rendszerrel is, ugye január 1-től lesz elvileg 50 forintos visszaváltási díj minden alumínium dobozon, PET palackon, de ugye ez is csak az újra hasznosítást segíti, és nem az újra használatot. Semmilyen módon nem ösztönzik azt, hogy mégiscsak újra tölthető palackok legyenek, és félünk, hogy
hogyha pedig pont egy lehetőség lenne, hogyha úgyis vissza kell vinnünk a palackot a boltba, akkor miért azt vigyük vissza, amit aztán újra is töltenek, nem pedig amit bezúznak, valóban elszállítanak, és talán ez belőle valami, igen. Az üveggel mi volt a baj? Régen voltak ezek az 1-2 literes, igazi nagy kólás üvegek, emlékeztek? Megvetted, megittad, visszavitted, pénzt kaptál érte, nem szennyezte a környezetet. Újra töltötték. Ott az miért vezették ki, az miért fogyott így el az országokban? Mi az alapvető baj az üveggel? Drága a mosás? Magyarországon tűnt el alapvetően, hogy elmegyünk Németországba, Ausztriába, Hollandiába egy boltba, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokszor a helyi gyümölcslevet, helyi üdítőt, tejet, de akár egyébként szénsavas üdítőket is abszolút újra tölthető üvegbe adják. Ez nyilván probléma vagy feladat a szupermarketláncnak, feladat a gyártónak, és sokkal egyszerűbb, hogyha kiszervezhetjük a társadalomba, hogy közpénzből építsetek hulladékhasznosító üzemet, válogató üzemet, újrahasznosító üzemeket, és gyűjtsétek be, és oldjátok meg helyettünk. Tehát nyilván ez egy jó lehetőség a cégeknek, hogy nem nekik kell foglalkozni ezzel. Természetesen érv, hogy az üveget szállítani kell, az üveg törik, mosni kell. Tegyük hozzá, hogy a petet ugyanúgy mosni kell, hogy újra akarjuk hasznosítani. Az alumínium újrahasznosításához rengeteg energia kell, és ugye az üvegház klímaváltozás korában az üvegházgáz kibocsátás nem biztos, hogy kívánatos. És hát a szállításról pont mondtam, hogy jelenleg mondjuk a élelmiszer célú petet Magyarországról, jelenleg Németországba szállítjuk. Igaz, az nyilván jobban préselhető, mint az üveg, de semmiképpen nem... Mondjam, nem lehet mondani, hogy ne kéne szállítani. Hogyha összehasonlítjuk ezeket a úgynevezett életciklus elemzéseket, akkor egyébként az jön, hogy tisztán energetikai szempontból a helyben, a kiskörben megszervezett újratöltés, az talán a legjobb, és ezt valóban követi a PET-palacknak az újrahasznosítása, csak azt hagyják ki az egyenletből, hogy akkor nagyon sok PET-palac mégse kerül bele a rendszerbe, tehát kikerül a folyópartra a szemétként, illetve hát rengeteg mikroműanyag szennyevést okoz maga az újrahasznosítás, amit szintén nem kalkulálnak bele, és tudjuk, hogy mikroműanyag már a magyar csapvízben, Dunában, Balatonban, mindenhol ott van, és az, hogy miként hat ránk pontosan, azt a Egészségügyi Világszervezet vizsgálja, de már jó pár káros hatást azonosítottak. Igen, erről sokat beszéltünk mi is, hogy milyen káros hatások vannak. Van egy jó kérdés, hogy lesz ebből aztán a tengeren úszó hatalmas sziget? Tehát, hogy nincs folyamatnak azon része, ahol ez megállítható lenne? Hogy ne kerüljön be a vízbe, vagy ez tényleg onnan indul, hogy egy pici város, pici folyó mellett lerakja, bemegy a tengerbe, aztán az óceánba, mert ugye itt most már az óceánokon úszó hatalmas, egy ilyen országméretű műanyag szigetekről van szó, de valahol lehetne egy folyamat, ahol ez megáll, és nem megy legalább a vízbe, mert nem gondolom, hogy az emberek egyébként minden műanyagpalackot vízparton dobnak el. Egyszerűen vannak országok, akik oda teszik le ezt a hihetetlen mennyiséget, és így belemegy a folyóba, vagy a vizekbe? Több összetevő van, egyrészt maga a Duna is hihetetlen mennyiségű műanyagszemetet, több ezer tonnányi műanyagszemetet szállít a Fekete-tengerbe, ami aztán tovább jut egyéb óceánokba, tehát mi magunk is hozzáteszünk ezzel a műanyag szennyezéshez. De a nagyobb gond az, hogy igazából azt látjuk, hogy pár cég felel az egészért. Teljesen mindegy, hogy New York államban, a Felső-Tisztán, a Dunaparton, Mexikóban, a csendes-óceáni szigeteken, Afrikában gyűjtjük össze a szemetet, és vizsgáljuk meg, hogy honnan származik a címke alapján, és mindig azt látjuk, hogy gyakorlatilag pár nagy cég felel az egészért. Tehát ugyanúgy a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, a Nestlé, az Unilever, stb. Termékei vannak a Fülöp-szigeteki, a kínai, a akárhol lévő partokon, mert mindenhol átértek arra a modellre, hogy egyszer használható, eldobható terméket adnak, és különösen cinikus ráírni, hogy újrahasznosítható olyan területeken, ahol nemhol újrahasznosítás és újrahasznosító üzemek nincsenek, de még normális hulladék gazdálkodás sincs. Tehát gondoljunk bele, hogy egy csendes óceáni kis szigeten, ahol régen minden banánlevélből ettek és agyakorsóból ittak, hirtelen mindent eldobható csomagolóanyagba adnak, az emberek egyszer megszokták, hogy elássák a homokban, onnan egy pillanat alatt kimosódik, és szemét lesz belőle, tehát úgy viszik oda az eldobható csomagolóanyagokat, hogy nem hozzák hozzá azt a rendszert, amivel ezt hasznosítani lehetne, és ott meg nyilván ez még sokkal jelentősebb problémát okozik, de egyébként Kárpát-Ukrajnában is, amikor elmondjuk, hogy mennyi szemét úszik le a Tiszán, az is nyilván azok a cégek felelősek, akik úgy viszik oda ezeket az eldobható csomagolóanyagokat, hogy szintén
nincsen ott semmilyen újrahasznosító rendszer, tehát nem tudnak mit kezdeni ezekkel. Hát igen, ez érdemes megnézni a Tisza nevében című Dimitriásuk filmet, pontosan, is. Pontosan erről szól. Mi úszik le a Tiszán, hogy milyen írtatlan hegyek jönnek, hát, elképesztő. Hiába gyűjtjük mi egyébként szelektíven a hulladékot adott esetben, vagy figyelünk erre, amikor minden évben újra és újra megjelennek mondjuk az Ukrajnából érkező személy. Nem is nagyon lehet vele mit csinálni, igen. Csak egy mondatot még, Gergő, hogy ez a visszaváltás, ez úgy lesz, hogy én megveszek fél liter PET palackot, ott azt kifizetem valahol. Egy 50-est adsz érte. Plusz beleteszek egy 50-est. Tehát, hogy 50 forinttal lesz drágább, és lesznek a városban, vagy az országban lerakott automaták, ahol én ezeket szépen bedobálok. Nem mehetsz bárhova, nem kell ugyanoda visszamenned. Aha, és bárhol, de klasszik üveg vagy műanyag visszaváltás, bedobok kötött, kiad nekem akkor 250 forintot. Annyiba bonyolultabb a rendszer, hogy viszont, hogyha visszaválthatod, újra tölthetőt veszel, az elvileg ugyanabban a boltba lehet, vagy olyan boltba, ahol tartják ugyanazt a terméket, de ennek ellenére mindenkit arra bátorítjuk, hogy ha már úgyis vissza kell vinni ezentúl az alumínium, meg az üveg, meg a PET palackokat, akkor választák az újra tölthetőt, amiben rendelkezésre áll, és akkor ugyanabban az automatában, hogyha abban a boltba jár, meg betehetik majd ezt, és akkor legalább egy kicsit csökken az ennek a hihetetlen személynek a mennyisége, amit generálunk. És ezt én bedobhatom úgy is, hogy rátaposok, rámegyek kocsival, összenyom, és úgy dobom be, fölismeri, vagy ezt akkor egészbe kell őrizgetnem egy hétig, erre egy 50 kilós Tesco-szatyorba, és aztán szépen visszavinni. Egészbe kell őrizgetni, hogy rajta legyen az egyedi vonalkód, különben azért várható lenne, hogy sok honfitársunk azon elkezd gyártani PET-palakot, csak azért, hogy visszaváltassa 50 forintért, tehát sajnos meg kell őrizni az eredeti formáját, pont sajnos a csalások kiszöldelése miatt. Ja, értem, és pénzt adnak, vagy ott az adott bevásárlási 500 fontos Tesco vásárlási utalványt kapok, a bedobok 10 darab üveget, tehát pénzt kapok? Leválthatja az ember, vagy elutalják a bankszámlájára. Utalnak 250 forintot fog utalni a bank, ha bedobtam 5 darab üveget, vagy 5 darab PET palackot? Így van, elvileg meg lehet adni az embernek a bankászát, a saját bankszámláját, és akkor úgy utalják, igen. Mi? Ha úgy ezt nem mondjam. Levásárolhatja az ember. Az tök jó. Ha utalásonként ugyanígy le tud vonni a bank, akkor megjövő is. Akkor visszautalnak. És akkor beütöm a bankszámla számomat egy automata, bedobok két PET palackot, meg beadok. Megadni. És akkor egyszer megadod, igen. És akkor egy ilyen törzsvásárló. Te vagy az Józsi, majd az hatodszor. Mennyit utalunk? Ennyit nem mondja lehet inni Jóska. Jóska, ennyit, így elbaszod. Semmi. Gergő, nagyon köszi, jó munkát nektek. Köszönjük, hogy beszéltünk, ez érdekes ez a cikk. Meglátjuk, mi lesz belőle. Köszi, jó munkát. Köszönjük szépen. Köszönjük Simon Gergőnek, a Greenpeace regionális vegyi anyag szakértőjének. Jól beszél a Gergő, szeretem. Abszolút. És akkor tényleg elmész, megadod a jelszavadat. Már megvan. Piros Tisza 12-ben lesz a bankszámlaszámod, és akkor utalja a bank neked, vagy utalja az Interspár a 250 forintot? Van egy vásárlási applikáció, ez le van töltve mondjuk a telefonodra, ott megadsz egy bankkártyát, ott lemented, és akkor gyakorlatilag, amikor te ezt lehúzod, vagy lecsippeled, mit tudom én, leolvasod, akkor ő látja, hogy milyen számlaszám tartozik az applikáció. Gondoltad, hogy oda jutunk, hogy a munkahelyen PET palackokat fogunk lobdosni egymástól? Bizony. 50-es? Micsoda? Már megiszad, majd én elteszem, hogy... Nagyon tele van az a szemetes, hogy kerül abban annyi PET palack, elmenjek vele? De ez elég jó, mert akkor legalább kényszerítve vagyunk, hogy vigyük vissza. Egyértelmű. Mint hogy kidob, vagy most visszavigyél 10 darabot, hát akkor inkább visszavicced és kapsz 500 forintot. Igen. Főleg, ha te azt azért már ki is fizetted. Hát persze, és azt neked ki kell. Tehát hát 50 forinttal drágább lesz a történet. Hát ez az üdítőital üveg újra töltése, ez nem túl életszerű, azt valljuk őszintén. Tehát, hogy oda mész az automat, ez a feltöltöd az üvegedet, de mondjuk mosószerrel ez működik. Tehát vannak olyan mosószeres cégek, ahol most nem a fórába, de jó az. Hát. Igen. Na jövő mindjárt 8 óra van, pontosan itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Nyolc óra után, 10 perccel itt vagyunk. Hát nagyon szomorú idő van, gyerekek. Ez valami egészen elképesztő. Nyomorult. Igen. Mindig arra gondolok, hogy ha most mínusz 5 lenne, nincsen, akkor ez mind hó lenne, és gyönyörű lenne minden. De nem az. Nem az. Igen, ez egy szép gondolat, de nem az. Igen. Szeretem titeket, kaptuk SMS-ben. Plusz 10 fok érted. Mi? Sütöttük már plusz 10? Plusz 10, aztán megint visszaesik. Hol a mínusz 5? Hullanak a szívesek. Tessék? Ennyi. Állj a plusz 10 mínusz, tehát ez mindenki. Vigyázzon magára. Mindenkit kicsinál, igen. Szeretlek titeket, de aranyos vagy, köszönjük, ez jól esik. Jó, csak így ennyi, semmi, beló, sziasztok, semmi, csak így, hogy szeretlek titeket, ez kifejezetten. Kifejezetten jól esik. Mit lát Zsülci? Kölcsönös lenne. Zsülci nem lát semmit, csodálkozik. A
Tizet nem látja. Azért, mert vaksi vagy. Ez a cukor ráment a szemedre. Ennyi, ennyi, meg a sok ital. Érted? Hát te hoztad ide ezt a papírt. Itt van, délután plusz 10 fok, csütörtök. Csütörtökön plusz 10, jó, örüljünk neki. Ez egy jó kérdés egyébként, hogy mi lesz az éttermekben a vendéglátóhelyeken elfogyasztott üveges italokkal. 50 forinttal többet fizetünk az üveges italokért, a végén pedig kérhetem az üveget elvitelre, vagy csomagolva? Vagy az lesz, hogy a kocsmákban az emberek leszedik majd a műanyag palackot? Azt szerintem külön. Meg az üvegeket? Nem tudom pontosan, gyerekek. Ez egy jó kérdés, hogy leraknak el egy 4 PET palackot az étterembe, kitöltik belőle a vizet, ahol még mondjuk műanyag palackot töltenek valami üvegből. Akkor én azt elvihetem és bedobom az automatába? Hogy visszaváltsam, vagy azt az étterem viszi vissza, és, az étterem. És keres rajtam akkor még ott is. Nem keresel, érted? Hát étteremként nem keresel. Hát megkapod az 50 forintot vissza. De én fizetem ki az 50-et, nem fogom rád kiszámlázni pluszban. De hogy hát hogyne, hát te kifizeted. Na jó, oké. Okay. Jó, jó, jó. Megveszed 2-10 a fényteres appentát. Ne ennyi ember előtte. Azt eladod nekem 600 ér, arra már rátettél, hát azon én már kifizetem meg, még a hasznodat is kifizetem. És még vissza is szedsz belőle 50. Hát a pofám lesz, nem akkor rossz, megint az éttermeseket támogatják ezzel. Hát ezt nézze, igen. Napi 5 vendéglátóipari egység zárt be az elmúlt egy évben, úgyhogy szerintem szállj le rólunk, légy szíves. Hát de ilyenkor kell a levegőbe csaptod, mint étterem tulajdonos, aki talpon maradt. Azok a vendégek mind nálad kötnek ki. Nem egyszerű annak se, aki még bírja. Most jött ki a KSH-nak a izéje. Hogy megint bezárt egy csomó? Naponta 5. Büfé, étterem, kocsma, vendéglátó. Nagyon kemény. Az kemény. Nem az jött. Kemény. Szúrnálak, Feri. Már nem én, nem. De ha ő van rágyógyulva a keszegséged. Jó, de akkor ezt egy fiú írta? Jó, már kiderült, hogy már akarnak valamit. Minden nap elküldöm nektek a szeretlek titeket SMS, de sose hívtok vissza. Tehát nem szeret minket, valamilyen visszahívást szeretne azért, mert elküldi nekünk, hogy szeretlek titeket. Fogalmam sincs, hogy ezért miért kéne valakit visszahívni. De akkor nem szeret bennünket őszintén. De ezt kicsit szomorú vagyok. Hát meg legalább így már valamit. Igen. Na, gyerekek. Gyászoló homárok Taylor Swift baba, luxus hotelek összeszedték, illetve a luxus hotelekben dolgozóak. A melyiknél várja, a gyászoló homároknál akadtál föl, vagy a Taylor Swift baba? Taylor Swift baba és gyászoló homárok. Aha. Szállodai alkalmazottak meséltek a milliárdosok legabszurdabb kéréseiről, hogy ki mit kért szállodában. Aha. Ez jó, az így kicsit álmodozni, hogy megy a milliárdosoknak, aha, miket kérnek szállodában. A gyászoló homárok az, ami engem leginkább érdekel. Hogy az most mi? Akarod tudni hogy gyászoló homárokat? Hogy? Azt fejtsük már vissza. Igen, ugye arról szól a cikk, hogy sokan, akik luxushotelekben szállnak, meg azt gondolják, hogy a vagyonuk feljogosítja őket arra, hogy extrém követelésekkel forduljanak a személyzethez. Ugye, tehát megérkezel, kibérelsz egy szintet, egy szobát, egy apartmant, és hogyha milliárdos vagy, akkor bármit kérhetsz, és ebben a cikkben összeszedték az abszurdabbnál abszurdabb kéréseket, amelyekről különböző szállodák alkalmazottai meséltek. Itt is van szerintetek ilyen, hogy megérkezik a neres milliárdos valamelyik szállodába, ami nem az övé mondjuk esetleg, ha még van ilyen. De és hát akkor... Jó, de hát persze, de hát mégis nekünk azt kérnek a szállod, amit akarnak, hát az övé a szálloda valószínűleg. Egy ilyen fikti felvetése, indítsuk a meszt. Igen, az én szállodám, azt kérek, amit akarok. Na, de tulajdonos úr. Minden az enyém. Igen, minden az enyém, maga is az enyém. Igen. Szóval, hogy itt is kérhetnek, szerintetek itt is vannak extrém kérdések, hogy nem tudom. Te kár, hogy nem mondhatom el. A Sárvári Spirit Hotelbe becsekkor egy milliárdos, és illő homárok arra akadja ki a felső szintet, és akkor azt megcsinálják. Tudsz ilyen extrém kérdés? Nem úgy neve. Tudok, nem mondjak, de úgy, hogy nem mondjak nevet. Igen, persze. Tudni fogja, hogy kiről van szó, csak szólok. Várj, mert csak kedv van, azt mondja, hallgat, vagy eljut hozzá. Úgyis van dolgom kőszegen, úgyhogy szerintem ma kirugatom ma. Igen, szerintem 8:30-kor már nem vagyok adásban. Na mi volt? De hát a sajátjába érkezett meg. Ja, hát az úgy más. De előírta azt, de hogy a személyzet sorakozzon fel. Wow! Ezt adom. Ez elég menő. És tehát megérkezel a saját szállodádba, és felsorakozik a személyzet, mert megkérhet, hogy fogadjanak téged. És volt egy külön kérés? Hogy csukják le a szemüket, és nézzenek lefelé, és ne vegyék fel a szemkontaktust. Ne. Konkrétan. Jaj, ne, hűültem. Ne csináld! Tudod, igazad van, nincs ezt kérném. Tudod a sztori? Nem tudom, én csak hűltem. Hát ezek a legabszurdabb. Ne nézzen senki a szemembe, hát ennél nagyobb hülyeséget nem tudok kitalálni. Nem. Hát pedig ez volt a kérdés. Ez el is haladó. Igen, hogy megérkeznek, persze igen, hogy legyen szépen felsorakozva a személyzet, de ne. Ne nézzenek rá. De akkor minek sorakoztatja föl? Az amerikai rockstárok, meg világsztárok szoktak két kézzel, hogy kerüld a szemkontaktus, legyen nem tudom, egy liter vér a szobába, meg feketére festve tapéta, és akkor de senki nézzen szemben, legyen egy kakas egy késsel, meg egy ventilátorra. Egy törme egy ventilátorra. Na, de sem érted, hogy semminek semmi értelmes volt, hogy a menedzser találja ki. Ők olyan nagy emberek, hogy már ne.
Aztán hát kérdezzem már meg Jánosom, mit csinált maga ennek a nagyembernek a szállodájában? Aztán személy, maga kérdezett. Fölsorakozott a személyzettel? Vagy maga vendég volt János. Beállt két bőröngyével ő személyzetnek, hogy többen legyünk? Nem, úgy tesó volt a fekete mosogatós. Rokkolátogatásra mentünk. Persze, a gombóz, aki ott dolgozik, fekete mosogatós. Négy órás bejelentéssel. Fűtő volt a nagybátyám. Na, és ott például lesz. De taltál, ránéztél? Mit? Csaltál, ránéztél a sorfalban, nyugtass meg, hogy ránéztél. Nem én a rokon, hát nem én álltam a sorfalban. És a rokon nem csalt? Mit? Nem nézett rá? Hát csak megnézted, hogy mekkora seggem. Na, nézzük, hogy miket kértek. Ez a Vice magazin szedte össze egyébként, hogy milyen abszurd kérésekkel fordultak. Egy Michelin csillagos éttermének szomeliéje mesélt egy Olaszországban található Michelin csillagos étterem, hogy beérkezett a konyhájukba egy rendelés egy 60-as évben járó házaspártól, aki borjú bélszín vagy sztéket rendeltek. Ez ideig oké. Okay. Te ez borjúból sztéket, ez fura gusztus, de mindegy. Borjúból nem nagyon csinálnak bélszín sztéket, nem, igen. Hát, igen, a hús. Az elkészült díjnyertes ételt, mert hogy ez annak az étteremnek volt a specialitása, amivel megnyertek egy csomó minden, meg talán a Michelin csillagot is, a házas pár kutyájának. Nem, mi nem eszünk ilyet, de a plöki. Nem, én azért ezt adom, én nem kívánom a kutya nagyobb kaját. Én azért ezt bírom. Én ezt azért csinálnám meg egyszer, hogy nézd meg, hogy a sépnek az arcát lássa. A kutyának kellett felszolgálni, amit nem hittek el az étteremben, de hogy ennél vannak durvábbak, és a kutya pedig vidáman befaladozza a Michelin csillagos ételt. Nem, fido, mi nem eszünk ilyet, gyere csak kicsit. Na, hisz. De most hogy kérte a kutya? Félig átsütve? Félig át, nagyon szépen, médiumra kérte. Nagyon szeretik, nem, nagyon átsütve, már nem eszi meg a kutya. Mennyire arcoskodó. Mivel nyerték meg a Michelin csillagot? Borjúbélszín sztékkel, némi kis újburgonyával, nem tudom, sitake gombával, egy kis, nem tudom milyen mártással. Kérünk egyet. Megkóstolnánk. És jött hozzá rögtön egy hozzáértő kérdést, nem csípős, ugye? Nem. De és a pincére rakatod le a kutyának, vagy fölrakja az asztalra a pincér, elmegy, és te lerakod a kutyának. Nem, vagy leteteti, a kutya, vagy megkérdez a pincér, mennyire megalázó, megkérdez a pincér, hogy rakja le a kutyának. Mert te nem ezt kérted. Ne az asztalra. Ne az asztalra legyen kedves. A kutyának. Az asztal alá. Hogy tetszik? Az asztal alá legyen kedves. Azt a kutya szeretné megenni. Közben mondjuk szállod a tulajdonosok. Igen. Ők ne. Ők részrehajlóak. Kedves szállodatulajdonosok, ti mit csináltok? Nem, szállodában dolgozók, alkalmazottak, nyugodtan, jó? Tehát jöhetnek az üzenetek Viber, SMS-ek, vagy SMS-ek Viber üzenetek, hogy mit kértek. Szóval megette a kutya, aztán van egy takarító, aki mesélt, hogy egy multinacionális autóipari konglomerátum elnöke szállt meg abban az indiai szállodában, ahol ő dolgozott. A gazdag üzletember 200 biztonsági őr kísérletében lépett az épület bejáratán, pont amikor ő takarított. És egy évfél körül lehetett, több mint 200 biztonsági őrrel lépett be a szároda hajába, és elkezdett a padlón kúszni, megkérve az őröket, hogy ők is tegyék ugyanezt, és 30 ember kúszott a padlón. Hát vagyok meg, mert nekem ez is tetszik. Hát ez vicces. Hát ez jó. A gazdag üzletember mászás közben úgy morgott, mint egy kutya. Iszonyatosan jó arcok ezek. Nem mondta, hogy egyszer nem mennél el vele bulizni. Ja, nem volt, egyszer nem tölteni rá veletjét. És most ugassunk együtt. Mert ez nem az értelmetlen pénzszórásról szól, hanem ez... És a hangot a biztonságiaknak is utánozni kellett. És mászott ott 20 embert, közben a táltakarítgatsz, ők pedig fura rituálé keretéből becsekkoltak utána a felső szintre, amit természetesen kivettek. És most ugassuk meg egymást. Jó, és most szagolgassuk meg egymást fenekét. Ezt a rituálét közel egy hónapon keresztül naponta megismételte, miközben több vendég végignézte ezt a színjátékot, hogy a csávó biztonsági őrével kúszik-mászik a szálloda hajába, amikor becsekkolnak, illetve amikor visszamennek a szállodába. Ez az ember tud élni. A történetre rátesz egy lapát, hogy a takarító beszámolója szerint az üzletember nem volt hajlandó a saját tányérjára lenni. Teljesen beteg. Hanem két kísérőjének a tányérjáról lefecselt az. Szerintem ez. Szerintem jó. Szerintem adod, nem? Hát persze, teljesen. És valószínűleg a csávó nem hülye azért, ha közben egy milliárdos csávó. Tehát nem hülye, csak egy picit, hát az infantilis résznek meg kell maradni. Új impulzusok kellenek neki. Igen. A világ egyik legnépszerűbb szállodájában dolgoztam, étel- és italmenedzsmerként kezdte a történetét Anyum, aki több hollywoodi hírességgel is találkozott a munkája során, de egy történet különösen megragadt a fejében. Az egyik híresség, aki a történetkor a PETA,
amerikai állatjogi szervezet nagykövete volt, ragaszkodott ahhoz, hogy a szállodába szerezzenek neki 2 darab elefántot, akivel szeretne fotózkodni. A PETA elnöke. Én Ted. Az állatvédő szervezet elnöke odahozatott 2 elefántot. Egy PETA nagykövet, ugye? Hát az állati jogokért. Hát ő szeretne aholba 2 elefánttal fotózkodni. Külön engedélyt kellett szerezni az önkormányzattól a szállodának. 70 kilométert kellett utaztatni a 2 állatot. Az állatvédelmi szabályok ugye nagyon szigorúak. Írják, hogy az elefántoknak elegendő pihenő időt kell hagyni, megfelelően kell etetni őket és hidratálni, és a hotelnek és az alkalmazottaknak hatalmas vödröket kellett vásárolni, mivel itatták az elefántokat, miközben egyébként pihentették őket, amíg el nem készült a selfie. Azért ez elég menő, hogy odahozzák neked az elefántot. Hát, ja, pici finom ellenmondásosság azért van benne. Még jó, hogy nem delfinekkel akart fotózkodni. Furcsa látni, hogy nézni, hogy a hollywoodi sztár egyben a PETA nagykövete 2 elefánttal pózol, miközben sejtése sincs arról, hogy milyen áldozatok árán szállították el neki a 2 állatot, csak azért, mert ő elefánttal akart fotózkodni. Aztán volt egy arab sejk, aki kivett egy szintet, Death Metal-t üvöltetett egész éjszaka. Ezt te is de azt mondják, hogy csak nők léphettek be, csak női személyzet szolgálhatta ki őket, és nem léphetett be férfi, és fogalmuk nincs, hogy mi történt a szobában, miközben üvöltött a Death Metal, ott valószínűleg azért közben borzasztóbb dolgok is történhettek. Elképzelni se tudom, mit mondott mi történhetett, mondja az alkalmazott. És volt egy homárral gyászoló milliárdos. Vili nyilatkozott, ő recepcióvezetőként dolgozott egy étteremben, amelynek az egyik törzsvendége a világ 500 leggazdagabb emberek között szerepel. Azért az egy komoly lista. Elért, igen. Nagyon higgadt volt általában, de egy nap a részvényei rekordmélységbe zuhantak. Aznap este az étterem asztalán akart aludni, és azt kérte, hogy körülbelül 20 homárra terítsék körbe a testét, mert ő a homárokkal akar gyászolni. Már egy élő homár, vagy főtt homár? Főtt homár volt. Lefoglalta a szálloda teljes éttermét, hogy a homárjaival, kíváncsi tekintetek nélkül gyászolhassa a részvényeit. Itt azonban még nem ért véget a különös történet, megkérte a szálloda személyzetet, hogy ürítsenek ki 3 olasz vörösboros palackot egy jégvödörbe, belerakta a 3 legdrágább olasz vörösbort, beleöntött egy vödörbe, és ebbe a vörösborral teli vödörbe mártogatta az ingét, amiből a következő órákban borogatta az arcát. Ez kőhülye. Borogatta az arcát, miközben beszélt a homárjaihoz. Egy picit belerecsem. Józsi, beszakadtak a részvények. Úristen, nagyon jó. Egy Kínából származó milliárdos énekesként próbálkozott fiatalon, rendkívül kevés sikerrel, mielőtt befutott volna a technológiai iparban, és nem bírta túltenni magát elbukott énekesi karrierjén, és a szálloda alkalmazítja egy különleges gitárban találták meg a rendelt ételeket, ezt nem annyira értem. Gitárba tette bele a kajákat? Aztán hozott ő egy Taylor Swift babát, felfújható babát, amivel elment vacsorázni. A babát ékszerekkel rakta ki, és egy drága fürdőruhát rátett a babára egyébként, ami úgy nézett ki, mint Taylor Swift. Néhány napon keresztül a babából kérte az ételt, ezt nem teljesen értem. Aztán egyik nap a takarítók tele lyukakkal találták meg a szoba előtt a babát. Megunta. Jó, hát ez most. Igen. El tudod képzelni, hogy lyukak. Adott neki azért. A lyukakat feltehetőleg pisztolyból származó lyukaknak azonosították. Nemet mondott neki. Tehát a baba hozzá nemet mondott, és kinyírta a babát. Nem volt együttműködő a Taylor Swift baba. Igen, ezt nem akarod, drágám. Pah. Lyukakat feltehetőleg pisztolyból származó golyók okozták a lyukakat. Ja Istenem, én figyelj, tehát ha már ennyi pénzed van, akkor ezek egyébként érthető kívánságok. Hát a petástól az elefánt az picit erős. Igen, fúri. Igen. A legjobb feje az az üzletember, aki a 4 kézláb mászkált a hotelben, nem? Az a kárt nem okozó, pénzbe nem kerül. Igen. Tök menő. Jó kérdés, hogy a kutyásztorinál a kutya az asztalnál ül egyébként? Biztos lehet. Vagy lent egy pórázzal fekszik az asztal alatt? Nem, biztos lehetsz benne, hogy fölülteted. Hát ha már, hát, nem, ha kérsz neki egy jó sztéket, egy Michelin csillagos helyen, persze, akkor csak üljön. Persze, biztos a széken ül.
Igen. Ilyenkor az van, hogy már nem tudsz mit kitalálni magadnak, tehát hogy annyi pénzed van, mindened megvan, nem tudsz magadnak már új autót venni, mert van már 70 a legdrágábbak, és akkor kitalálsz ilyen baromságokat. Valószínűleg kicsit igen. megőrülsz, nem? Hogy már elveszed a kapcsolatot a realitással. Homárokat! Egyébként az, hogy kutyapózba csúszol, és közben ugasz. Az a legviccesebb. Az, szerintem az adom. Nem kerül, a kárt nem okozol vele, az összes többi ilyen... Kívülről nézve szórakoztató. Tehát, hogy így adsz is, kapsz is. Azért meglepődné, ha bemész a mit egy kitelepülésen bementünk valami hotelbe, és egy banda ott négy kézláb ugatja egymást. Igen. Én egy ötcsillagos szállodában dolgoztam, ahol az egyik fiatal színésznek az volt a legnagyobb baj, hogy nincs elég szex csatorna. Az egyik híres énekes teljes sötétségben élt ott 2 hétig, az egész emeletet kibérelte. John Travolta pedig beállt a karbantartókhoz dolgozni majdnem. Ez valószínűleg valami külföldi szállodam. Egy sushi bárban dolgoztam felszolgálóként, ahol egy kedves vendég konfitált libamáját és lazasz sashimit rendelt a kutyájának, és kérte, hogy tegyem le a földre. Az italt meglepődtem, mert csak sima csapvizet kért egyébként. Szállodai recepciós vagyok, kb. 7 évvel ezelőtt egy közel-keleti sejk közelített a 180 kilóhoz, egy napon 200 darab kinder tojást kért magának a szobába. Megvan a meglepő is, hogy mi van benne, van desszert is. Ezért adom, ez jó. Hát kicsit bontogatok, kicsit építgetek. Én szórakozok, és desszertezek. Na, írjatok, drága hallgatók, hát ha van valaki, aki dolgozott szállodában recepciósként, pultosként, szobaszervizként, mit láttatok, mit tapasztaltok, mit kértek tőletek, mi volt a legbizarabb dolog, vagy amit esetleg szobából kicsekkolva találtatok takarításnál, milyen kérések, utasítások jöttek. Jó, hát ha találunk itt Magyarországon is egy-két extrém esetet. Jövünk mindjárt 8:30. 3:49 lesz, 6 perc múlva. Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. Hát igen, ez nagyon november. Nagyon igen, de nagyon nem. Ez botrány ez az idő. Esik, szakad, elképesztő. Elképesztő. Milyen időnk lesz még? Mondj valami biztatót, hát ha... Hajrá! Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója, a Szent Györgyi Albert C-vitamin gyártója, a Goodwill Pharma. Ez biztató volt. Hát figyelj, azt írt az egyik hallgató, hogy örüljünk, hogy esik, mert ha nem örülünk, akkor is esik. És tulajdonképpen igaza van, ugye? Tehát ha ettől szomorú vagy, ez ettől nem fog elállni. A nap bölcsessége. Igen. Tök igaza van. Örülj neki, hogy esik, mert ha nem örülsz, akkor is esni fog. Legalább boldog vagy tőle. Na, nézzük az SMS-eket közben. Van egy közlekedésünk. M3-as Nyíregyháza felé Gelei pihenőben mindenkit kiterelnek a rendőrök ellenőrzés céljából. Alakul a dugó. Nagy ötlet a rendőrségtől ebben az időben megállítani az autópályát. Gratulálok, Robi! Mérgelődött egy kicsit, köszönjük szépen. És hát a nullás az ugye az elesett ott a déli lehajtó felhajtónál, úgyhogy vigyázzatok. Ugye itt mi extrém kívánságokról beszélgettünk, egy amerikai lap összeszedte a milliárdosok kívánságait szállodában. Vannak egészen szórakoztató kívánságok, meg vannak vicces kívánságok. Ugye, hogy mit kérnek azok az emberek, akik sok pénzzel rendelkeznek és becsekkolnak különböző szállodákban, erről beszélgettünk. Lánchíddal szembeni szállodában dolgoztam évekkel ezelőtt, arab sejk érkezett a szállodába, az egész emeletet kibérelte. Hát ez nem is olyan nagyon durva. Külön szobába lakott a sólyom madara. Ez jó. Értem, Kapott egy külön szobát. Debreceni szálloda. Éjfélkor a szálloda lépcsőn jött le mertartóba, harisnya kötőbe, pezsgős pohárral, szivarral. Egy férfi, ma is aktív politikus egyébként. Mertartó, harisnya, pezsgős pohárral, harisnya kötőben. Éjfélkor egy debreceni szállodában. Aktív politikus. Na, micsoda buli. Micsoda buli. Micsoda buli. Fölvállaltan érted, hogy ő most mulat. Micsoda buli. Azt írt már meg, hogy ellenzéki vagy kormánypárti. Illetve, hogy vannak-e üzleti érdekei kormánypárti oldalon. Azt mondja, hogy várjál, hol vannak a kis jelölt SMS-eim. Becsekkolásnál szólt a csáv, hogy ünnepelni fognak picit este, próbálnak majd figyelni a hangerőre. Nem volt nagy baj, szomszéd szobába jelzik, hogy füst van. Felmentem hozzájuk, szivaroztak részeken, mondtam, ez egy nem dohányzó szálloda. Az épületen kívül lehet, csak a büntetés 250 euró, amit ki kell fizetni. Azt mondta, rendben, ide adta 250 eurót, és még 500-at, mert mondta, hogy még 2 szivart fog elszívni. És jó lenne, nem jönnék föl még egyszer. Ezt adom, ez egyébként. Jó. Igen. Úgyhogy nem mentem. Rám csukta az ajtót, és nem mentem. Nem mentem többet. Azt mondom meg nekem, hogy hol tűnnek a kijelölt SMS-eim, amit így bejelölök. Kitörlöm őket. Azt hiszi, hogy azért jelzett, hogy töröljek ki.
De ezt értitek? Itt van, hát ez minden sárga. Nem, a Viberen, amikor jelölök. Ja. A Budapest étteremben dolgoztam, volt egy vendégünk, az egyik híres márkának a magyarországi képviselője, szarvasgombás tésztát akart tenni fehér szarvasgombával. Mondta neki, hogy sajnos nincsen, csak hagyományos fekete szarvasgomba, mondta, hogy semmi baj. Felhívta a sofőrt, a sofőr bejött öltönybe egy kis üvegtányérral, üvegbúrával, az üvegbúra alatt fehér szarvasgomba. Oda jött, ráreszelte a tányérára, majd visszament a sofőr az autóval. Júj, de jó! Azért ez kemény. Fasz. Nincsen? Megoldjuk. Olyat már láttam, hogy valaki viszi magával a saját maga által termesztett csilit, hogy ez mindig legyen, mert ő abban hisz. De a szarvasgomba az még nem volt meg. De és hozatott magának fehér szarvasgombát, nem? Azért hát ez vagy ott van mindig a kocsiban. Igen, valószínű. A sofőrnél, valószínű. Tehát ha valahol nincs, akkor... Igen, nálunk egy híres magyar rapper szállt meg a szállodában, kicsit koláskor csak annyit mondod a recepció, hogy elnézést kérnek azért, ami a szobában történt. Eltört vécékepe, elszakított zuhanyfüggön, hagyd ne soroljon, miket találtak. És egy egészen durva bulli lehetett. Mikor csóró voltam, mindig arról álmodtam, hogy egyszer egy egész vinnyetet egyedül leszek meg. Azóta Viennetta jékrém. Ja, Viennetta, bocsánat, Viennetta jékrém. Viennetta egyedül leszek meg. Többször megvalósítom, de nem egészen értem, hogy ez hogy vonatkozik. Hát ő neki ez volt az álma, tudod. Hogy van, aki vizét kér a szobájába, van, aki meg egy doboz Viennetta jékrémről álmodozik. Kinek mennyi a pénze? Igen. Most olyanokat nem tudunk beolvasni, hogy konkrétan megnevezitek őket, jól? Tehát aztán nem... van fotónk. Van fotónk, majd nézzétek meg. A sejkes, a kinder tojásosnál. Az egy lesi fotó egy másik vendég, aki véletlenül kizárta magát. Látunk a recepción látunk egy mesztelen vendéget, aki azt tényleg kizárta magát. Ilyenkor mi, amikor mesztelenül lemész a recepcióra? Igen, mesztelenül azt értsd úgy, hogy tényleg mesztelen, tehát rajta, semmi nincsen rajta, és a recepciós mellett, vagy valamelyik szállodai alkalmazott mellett sétál ő. De ő nem zavartatja magát különösebben. Hát, és képzeld el szegény izé recepciós csávot, aki öltönyben, nyakkendőben ott sétál a logó pölő mellett. Az egyik dél-koreai nagy cég vezetője megjelent a recepción full mesztelenül, miközben nyaggatta a kis bolcot a kezével, és kérte a csóri recepciós csajt, hogy menjen fel vele, mert nincs tévéadás. Én voltam a karbantartó, mondtam, hogy felmegyek, csak addig rakja magát rendbe, mert addig nem megyek be a szobába. Azt mondta, nem én vagyok az ő embere, ő extra szervizt kért, másnap természetesen töröltette a kamera felvételeket, meg adott mindenkinek egy kis pénzt, hogy mindenki legyen csöndbe. Ezért, amikor mesztelenül lemész, elég. Dél-koreai cégvezető. Tök mesztelenül. Szóval azért úgy van bennük lendület, nem? Nem tudom, hogy le tudnék-e menni mesztelenül. Van az az állapot, amikor elindulsz, szerintem, de... Az egy volt munkatársam mesélt, aki recepciós volt, egy németországi nyilvános házban, a híres énekesnő Sarah Connor férje rendszeres látogatójuk volt. Egy luxus lakosztályt vett ki mindig pezsgővel, 2-3 prostival a társaságban. A zene, ami a bárban szólt, a szobákban is ment, és a recepciósok mindig azzal szórakoztattak, hogy a feleségétől Sarah Connortól játszottak neki közben darokat, amíg a pasi bent szórakozott a lányokkal. Ja, Isten vagyok. Úristen, hol vannak az SMS-eim? Azt mondja, hogy Bécsben a NH Hotel reptéri szállodájában dolgozom, de jó, én ott szálltam már meg. Az akkor Bécsi... lehet, hogy most rólad írnak. Igen, nézzük. Szobatakarításkor nem egyszer kellett ipari higiéniás takarítást alkalmazunk, nem ez nem én vagyok. Sajnos nem tudták, mi az angol WC, rendszeresen a kádba hajtották végre a kis és nagy dolgaikat. Popi törléshez a törölközőket, vagy a párnahúzatot használták. Rendőrséget is ki kellett hívni, mert a fürdőszobában a kád felett a csempén folyt a vér, míg a kádban 3 centim állt az alvat vér. Mint kiderült, tyúkot vágtak. Ez az. Egyébként valamilyen felső vezeték vagy menedzserek, igen. Sajnos, mivel napokon keresztül kín volt a ne zavarjanak tábla, itt senkinek nem tűnt fel, ugye ilyenkor mi nem mehetünk be housekeepingként takarítani. De voltak olyan kínai milliárdos vendégek, sütöttek, főztek a 10 négyzetméteres szobákban, elviselhetetlen szagot terjesztve az egész emeleten. Azért az menő, nem? 10 négyzetméteres szobában neki állnak sütni, főzni.
Ja, Isten, budapesti szállodában voltam recepciós, egy komolyabb üzletember estére annyira leittem magát, hogy lejött alsógatyában, végigszaladt az üveg folyosón, és egészen az aznapi konferencián végignéztem mutatványt. Mi kísértük vissza a szobájába, másnap reggel sietett haza. Egy komolyabb üzletember. Komoly. Messzen ő rohangál a szállodában? Aha, nem, ő alsógatyában volt, az mégiscsak egyen jobb. Igen. Azt mondja, szálloda hajón dolgoztam, karácsony szilveszteri úton volt egy vendégünk, egy idős milliárdos, aki első este rendelt egy üveg pesgő, drágát, majd megkérdezte, hogy van-e rendes pia is a hajón. Kérdésemre azt felelt, egy Dom Perignont akar, külön engedéllyel a hotelmenedzser beszerzett neki 12 üveggel, amit az öreg 4 nap alatt elfogyasztott, boldog-boldogtalannal. Ötödik este, amikor rendelt, mondtam, hogy nincs, sértődötten elvolult, és nem volt kijönni, nem volt hajlandó kijönni a kabinjából. Mert neki van tartása, érted? Nem is annyira durva. Ez nem is annyira durva, nem? És 5 üveg Dom Perignon, hát azért ez nem annyira. 4 nap alatt. Igen. Szóval egyként dolgoztam Angliában, a legdurvább, amit láttam, hogy az illemhelyiség padlója, a szobafalai és a plafonja is véres volt. Ott azért elgondolkodsz, nem, hogy mi történt. Azért ez kemény. Azért ez kemény. Lehet, hogy ott is valami ronda ügy. Vágtak. Valami ronda ügy. Ja, és volt még egy arab sejkes, azt nem találom, de az is nagyon jó volt, hogy ő hozatott valamit magának repülővel. Csak nem találom az SMS-t. Az almalevest. Az megvan? Igen, hogy állítólag itt volt Magyarországon, és a friss almalevet szeretett volna inni, de olyat, ami az ő birtokán terem, valahol Toszkánában. Hát ez ugye így viszonylag megvalósítható, ezért a magánrepülőgépével elmentek érte, visszahozták a 10 kiló almát, amiből a csávó 1,5 decit megívott, és azt mondta, hogy köszönöm ja, szépen. Ja, Isten, a világ legdrágább almára. Hozatott magának almalevet Budapesten. Almát. Almát. Az almát, és abból itt facsarták, 1,5 decit megívott, és azt mondta, hogy köszönöm. Mert hogy ő csak azt hajlandó inni, aha, amit elhoznak neki Toszkánba. Kifacsarták megint, és köszönöm szépen. Magánrepülővel ide reptette az almát. Igen. Hát figyelj. És akkor most hát azért na, hát azért mégse egy sió, érted? Hát jó, azért az na. De most őszintén, akkor most tényleg ezek a nyomorult pepsis üvegek a problémák. Igen. Barátom egy szolnoki szállodóban takarított, egy karatemester szobájába ja, használt segmosót találtak. De most, de ez most jó. De most azért miért kell minden? Jó, de most okay. Miért ő nem használhat. Figyelj, most használt segmosót a karatemester szobájába. Igen. Interkontinentál roomszervize vittem fel a pesgőt, 60 papa büntetett egy lányt, mondta, hogy tegyem le a pesgőt, a pénzt megtegyem el, 20 000 jatot adtak. 60 papa egy lány. 60-as gondolom. Ja, 60-as papa, jaj, aztán 60 darab gondolom, az picit erős. Hát, ja, 60-as papa, 60 na. Ember mit kezd egy üveg pesgővel, azért erős csak. De hogy 60-as papa, ne viccelj, hát ezzel nincsen semmi baj. Na jó van. Köszönjük szépen az SMS-eket, még azért vannak egyébként. Egy vidéki 5 csillagos szállodában dolgoztam, és egy orosz vállalkozónak volt az esküvője. A lagzis tortát 2 napig csinálta a cukrász, az orosz vállalkozó korzikai villáját ábrázolta a torta. Jaj, mennyi... Na, igen. És mi történt a tortával? A vacsi végén átadták a tortát, a félrészek vőlegény belökte a hotel területén lévő szív alakú tóba a tortát. Ura, de akkor és a korzikai villádról csinálsz tortát? Na, ez szóval, az alja, szerintem. Szóval, igen. Mennyire? Ha már van villa, oké, de legyen torta is. Igen. A szállodai szobáinként dolgoztam, egyik nap szóltak, hogy menjek az egyik szobába, mert baj van a vendéggel. Igen. Kopogás után belépve a szobába látom, hogy a kínai vendég az egyik sarokba kuporogva mutogat a másik sarokba, és üvölt egy moszkító. Én meg fog halni. Egy szúnyogot, nem hiszitek el, egy szúnyogot kellett lecsapni. Azt a mindenit. Egy fürdőváros menő szállodájában voltam szobaasszony, az egyik kedves elismert színészünk szállt meg nálunk, este takarítást kért, felmentek, és azt mondta, hogy nem kér takarítást, csak énekeljek neki, amíg elalszik. Nevet, írd meg a nevét, kérlek. Írd meg egyszer nevét, kérlek, nem mondjuk be. Nem mondjuk be, légy, írd meg a nevét. És a dalt is megmondta, hogy mit énekelj? Mm-hmm. Énekeltem neki. Várjál, ezt próbálj meg fölhívni, nem kell elmondani a nevet, csak hogy hogy néz ki egy ilyen, vedd már fel a telefon. Énekeltem neki, 5 perc volt, és cukin elaludt. Te jó. Nincs ilyen. Tehát egyedül vagy, becsekkolsz, és felhívsz valakit a recire, hogy én nem nagyon tudok elaludni, hogy énekel nekem egy kicsit.
Fölhívod, Anna? Megpróbáljuk, hát elmondja. Nem kell nevet mondani, csak mesélj, de történt. És akkor hogy megállsz az ágyánál? Vagy leülsz mellé, hát és megvárod, amíg alszik, és utána megcsikized a talpát, hogy tényleg elaludt-e. Vagy hallod, hogy vidáman horkol, és kilopakodsz a szobából, tök szürreális. És kell simogatni a szemhéját közben, hogy... Kicsi mámod már... És kér egy dalt, hogy mit énekeljél? Ugye, hogy mi legyen a mond valamit, hogy figyelj, énekel nekem ezt. Nem, ez nem jó, valami más, erre nem tudok elaludni. Nincs ilyen. Teljesen, teljesen lehetetlen. Ja, Istenem, úristen, de jó. Angliában egy hotelben vendégek 2000 font értékű kárt okoztak, az ajtó ki volt döntve, az ablak ki volt törve, a falon egy új átjárót készített. A mikrot levágták a földre, darabigai hullott, a szekrényajtót letörték, és amit lehetett, eltörtek. Sírtak, amikor megláttam. Sírtam, amikor megláttam. Ilyenkor mi van? Ilyenkor mindent ki kell csengetned? Ki kell fizetned, nem? Persze. Hát ez károkozás. És ha úgy csekkolsz ki, mondjuk ott van a bankkártyád, akkor levonják, mi? Tehát nem is nagyon tudsz. Persze, így ott ugye beszkennelték, tehát utolérhető vagy. A Ronda ügy című film az megvan? Persze, zseni. Az ugye egy Las Vegas-i szállodában kezd elszabadulni a pokol. Ronda ügy, négy srác elmegy Vegasba bulizni. Nem láttad a Ronda ügy? Na nézd meg, Ronda ügy. Ronda ügy. Ez a Ronda ügy. Ha tudod, jó, akkor nézd meg, Ronda ügy. Olyat se lehet ma már csinálni. Ekkora mozik. Elmenek Vegasba négy barát bulizni. Igen. Történik valami a szobában, és az adja meg a film bonyodalmát utána, ami a szobában történik. Ez Ronda ügy. Felfoghatatlanul megindul egy lavina, ami mindenkinek az életére hatással lesz. Felfoghatatlanul jó. Mi van a szobában az énekkel? Nem szeretné elmondani, mert nagyon megismerik Angliát, beazonosítható. Jó, és elmondta, ki az ember? Elmondta, de nem mondom. De tudod? Durva? Nehogy durva, nem, inkább... És mit énekelt neki? Hát egy altató dal, de 5 perc alatt eladott. Nem, nincs ilyen. Egy altató dal, de nagyon cuki, nem. Egy idősebb úr, egy színészünk. De nem akarom mondani, tényleg egy idősebb. Nagyon cuki sztori. Gyula bácsi. De ez egyébként valahol tényleg cuki, hogy az öreg énekelte magának, de valahol azért egy kicsit bizarr, hogy felmész egy csávóhoz, aki énekeltet magának, hogy te elaludjál. És akkor az... Művész úr, mi a probléma? Nem tudok elaludni. Szeretném, ha énekelne nekem. Igen, és langyos tej, érted? Háló, sipka. Egy kis, igen, kis kanálmézecske. Kanálmézecske? Nincs ilyen. És egy altató. És mondhatod ilyenkor, hogy nem énekelsz, hogy hívod a kolléganét? Mondhatod. Hát persze. Köszönöm. Nem haragudja, de nem. Nem, te a rossz a hangom, nem tudok énekelni. Igen, de az meg... Nem, szerintem sokkal jobb sztori, hogyha énekelsz neki. Igen, az mert az egy életre szóló. Hát ugye azt mondod, hogy nem énekelek, és ne haragudja, nekem nem ez a dolog, most lelépsz, nincs meg a sztori. Így van. De az olyan jó, hogy énekelsz neki, és akkor... Elgyűnyöksz neki. 5 De miért ismerjük meg az ő hangját? Hát az ő hangját nem ismerjük meg. Hát az ő hangja, nem, a kollégái a kollégái megismerik. És ja, hogy a kollégái megismerik, hogy baj lesz a boly. Igen, és mindenki elalszik, hogy meghallják Marika hangját, Marikától az egész szálloda bealszik. Igen. Orosz vállalkozó apa, anya, gyerek csak külön luxusautóval utazhatott, mindhárom Budapesten, hogy ha kilőnek egy kocsit, akkor ne az egész család halljon meg. Hát azért az három Brabus gémerci. Aha. Hát nem ülsz be egy sima gébe, érted? Az egy három Brabus, és akkor hárman mennek három felé. Na jó, de nekünk elmondott, hogy ki ő? Persze, hogy elmondja. Majd, hát, hogy nem, majd megyünk úgyis 9-kor hírek. Jó, legközelebb vagyunk valóban kitelepülésre, mi is kérünk egy ilyet, nagyon jó? Nagyon jó. Szeretnénk, ha énekelnének. Kacsincs, hacsonka, pica. Nem. Idős, Peti. Ja, idős. Ja, bocs, hetedik. Na jó, van gyerekek, jövünk mindjárt. 5 perc, ha pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 9 óra után 6 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hello, itt vagyunk. Hello, sziasztok, igen. Mi már tudjuk, bi-bi-bi. De nem árulhatjuk el. Nem mondjuk el. Nem mondjuk el. Ja, meglepít? Nem, a színész. A színésznek a nevét. Ja. Nagyon cuki történet egyébként. No, olyan aranyos, de tényleg. Igen. Nem gondoltam volna a csonkáról egyébként, de... Hát, de hogy így tanulnak neki az... Igen, hihetetlen, hogy picinek énekelni kell, hogy elaludjon, ez egészen megdöbbentő. És hogy fotókon mennyivel fiatalosabb.
Na, gyerekek, nézzük akkor. Ez rohadékság, srácok, hogy nektek elmondják, melyik színészről van szó, de nekünk ti meg nem mondjátok. Ez van. Az, igen. Igen, de erre ilyenkor nekünk azért vigyázni kell. Tehát oké, nekünk elmondják, de nyilvánosságot azért ennek így ebben a formán nem adhatunk. Azt mondja, hogy annyira csicska szar vagy, ha nem mondod be. Igen? Na jó, fog meg a söröm. Szóval annyira szar ez a Jani éneklős reklám, hogy minden egyes alkalommal, amikor meghalom, tökön szeretném magam szúrni. Hajrá! Csak szerencsét. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket. M1-M7 bevezető baleset, Egérúti lehajtó után Maglódon, az M0-áson állóknak üzenném, hogy érnél elkezdett valamennyire haladni a sor. Köszi, mindjárt lenyelem. Most koccant össze 3 autó a Fiumei úton. Hát érződik a ma reggel, igen. M3-os bevezető szintén elesett, ott is nagy a baj. És igen, ennyi. Elmondtam mindent. Szegény Hajdú Peti ismét ír be hozzátok. Nem, színészről van szó, színészről van szó. Nem, puha vagy Bari, puha, hát puha. Van elég baja, nézzétek meg az Instagram. Kinek Hajdúnak? Petinek? Tök jó, beoltottad. Ja, az adásban. Ez jó volt. Ezt szórakoztatom magam. Igen, persze, de semmi gond nem volt. Kellenek az ilyenek. Persze, jó volt. Nem megyek, nem ott majd. Elvileg, amikor ott ültem volna mellette. Igen. Csak mondtam, hogy kicsit túl nagy ott az őrjöngés lent a boxom. Na. Jó volt egyébként, látszott, hogy mennyire ért a boxhoz, vagy mennyire be volt tolva egyébként. Kicsoda? Hát Hajdú. Nem volt betolva, vezetett utána. Igen. Nem. Masszív italozás folyik lent a boxot, azért nagy őrjöngés van. Fölültünk. Igazából. Uh-huh. Tehát, hogy följöttünk jobbra a Gáspár Laci, Gáspár Hajdú szendvicsről, meg nagyon-nagyon-nagyon nagy kiabálás meg őrjöngés. És föntről meg egy kicsit följebb, úgy rálátsz az egész bunyóra, tehát mi ott szeretünk, ott nem ülnek. De vannak ott, akik keményen italoznak, meg mindent csinálnak, úgyhogy itt van komoly bulival lent a boxing mellett. Na, mi történt Osváth Zsolt, a gyerekek? Betörtek hozzá, és megfogta a betörőt? Micsoda? Hoppá! Ezt olvastátok, vagy hallottátok? Tehát betörnek hozzá éjszaka, otthon vagy, és elkapod a betörőt, akit bezársz? Hát vagy betörtek, és akkor értél haza. És akkor mit, foggyulejted a betörőt? Hát persze. De te azt megkérheted egyébként, hogy korlátozod a személy szabadságában? Miért majd ezért följelent, hogy nem engedted el? Hát ha rajtaütés volt, és elcsípte, nem? Hát akkor tök normális, hogy ott tarthatod. Miért el kéne engedjek egy betörőt? Nem, te bezárhatod elvileg. Ne. Elvileg bezárhatod. Elvileg bezáratod. Na, mindjárt fogjuk a Zsoltit megkérdezzük. Ugye ő elkapta a saját házába rejtőzködő betörőt, mert szerintem vagy otthon volt, és úgy törtek be, vagy pont akkor ment haza, amikor ott volt a betörő. Nagyon egyszerű egy ilyen szitu azért. Hát kérdés, hogy mi van nála, meg hányan vannak benne nála? Zsolt, nem? Hát nem tudom, de szerintem azért van egy-két extrém dolog. Igen, nem, szerintem azért nincs róla a cikk, mert hogy ő ezt a saját YouTube csatornáján mondta el, tehát írott formában ez még nem jelent meg, de mindjárt megkérdezzük. Akkor ugye egy magyar YouTuberről van szó, esetleg valaki nem tudja, különböző kis videós anyagokat csinál ő, és szerintem a saját videójában mesélt erről, hogy elkapta a betörőt, ami ott volt a lakásában. Hát így a YouTuberek közül az egyik. Igen, de szerepel különböző műsorokban, interjúkat is csinál a Zsolti. Is megnyilvánul, közéleti pozitív, is. Nagyon szimpatikus módon. Igen. Sok mindennel foglalkozik az ő YouTube csatornája. De hogy elkapta a betörőt. Ez nagyon necces helyzet, ez rémál majd jön elő. Hát nem tudom, mi a jobb, hogy amikor otthon vagyok, akkor hallom, hogy jön, vagy hazamegyek, és hallom, hogy van, aki van a házban, vagy a lakásban. Mind a kettő nagyon durva. Meg, hogy ott tartod? Tehát, hogy mit választanak a kettő közül, hogy ott tartod, vagy azt mondanak, hogy na húzzanak. Lehet, hogy húzzanak egy kávét, csak egy bundás kegyét. Persze, jöjjön, várjunk meg egy rendőrséget. Ne siessen, egy jó bundás kegyét. Isten ilyen csinálom a bundás kegyét. Egy jó sajtos tészta, maga reszél a sajtot, én megcsinálom. Énekel nekem valamit, elalszom, amik jönnek a rendőrök, hát ő is énekel. Na biztos, hogy durvá volt, megkérdezzük a Zsoltit. Hello Zsolti, jó reggel, ciao. Sziasztok! Hello. Nem tudtuk elolvasni, megmondom őszintén a cikket, mert csak egy YouTube linket kaptunk, de szerintem ott mesélsz erről a saját oldaladon, ha jól gondolom, hogy mi történt. Szerintem, ez tegnap este tettem ki ezt a videót, szerintem még nem jutott el a sajtóhoz, ami fura, mert általában nagyjából ilyen 10 perces reakcióval szokták azt is megírni, ha elfingom magam, de valószínűleg még nem jutott el, de hát majd, de mindegy, igazából nem is ez a lényeg, tehát hogy nem feltétlenül ezért készült ez a videó, hogy cikkezzenek róla, hogy megírják, mert sokkal fontosabb üzenet van ebben szerintem ennél, de igen, ez még csak egy tegnap esti szösszenet. Nem tegnap este történt, de a rendőrséggel arra jutottunk, hogy ne rögtön az eset után tegyük ki. Aha. Mert még ott nyomoztak egy másik srác után. Te hazamentél, és ott volt, vagy otthon voltál, és megérkezett hozzád?
Hát ez egy két felvonásos történet, tehát hogy ez az történt, hogy ez nem, ez úgy van, hogy van a lakás, és a lakás melletti másik lakás, az nekünk a raktárhelyiségünk, ugye az unikornis étteremnek a raktárhelyisége, ahol tulajdonképpen a dekortól elkezdve, hát mindent ott tárolunk, ipari gépekig, sütőkig, amit csak el tudsz képzelni, de a saját utcaink is benn vannak, bőröndök, bicikli, tévé, tehát, hogy ami nekünk a lakásunkban nem fér el, és mit tudom én, oda átkerül, bútorok, azok ott voltak, tehát ez közvetlen a mi lakásunk melletti lakásnak az ajtaja, tehát, hogy igazából egy válaszfal választott el minket a betörőtől, tehát mi itthon tévéztünk a Patrikkal, és közben valaki kipakolta a mellettük lévő lakást. De ti hallottátok, hogy motoszkálnak, vagy hallottátok, hogy pakolás van? Semmit az ég egyet a világon, semmit nem hallottunk az ég egyet a világon. Mondtam a Patriknak este, hogy szaladj már át a kárpit tisztító gépért, mert mondom, mint a nagy adventi előkészületbe ilyen gondoltam, hogy a kanapé... 11 órakor tisztítasz egy kis kárpitot. Szaladj már át a kárpit tisztító gépért, kicsit összecsúnyáztunk. Reggelre megszárad, a lefekvés előtt mondom, hát akkor csak adok a kanapénak. És akkor jön vissza a Patrik lefagyott arca, hogy basszus, gyere, azonnal betörtek. Jó van, mondom, Pista, hagyjál már, mondom, hozzad, légy szíves a kárpit tisztítót, mert álljulok, hogy olyan fáradt vagyok. Igen, mindjárt a karácsony, a Jézuska nem jön, csak ézik koszos kanapéra. De mert akkor most, igen, de ti elkaptátok, vagy fogjuk lejtettétek, vagy mire átmentetek, ki volt pakolva a kérdés? A végét, tehát olyan türelmetlen vagy. Ez egy Z-kategóriás film pluszos film, úgyhogy nem megyünk olyan gyorsan az elejére. Szóval, és akkor mondom neki, hogy mi van, hogy mert mindig ezzel szórakozunk, hogy betörtek, meg ilyenek, és mondja, hogy nem, most tényleg betörtek. Jó van, mondom, mennyi, mondom, adjál már valamit, odaadj egy parfis nyelet. Hát mondom, és mi mondom, mire gondolt, hogy kikaratézom onnan? Átmentünk, és mondja, hogy hát mert hallotta, hogy még bent van valaki, mondom, hát azonnal hívjuk a rendőrséget. Jó, a rendőrséget mondok, hogy be ne menjek. Megérkeztek, bementek, megnézték, nem volt bent senki, bementünk, mindent, amit tudtak, elvittek, széttörtek, szétzúztak, rongáltak, tehát hogy nem is igazából ami a sokkoló volt, ez nem is az maga, hogy amit elvittek, mert akkor ezt még nem tudtuk, hanem az a látvány, ami minket fogadott, hogy ez egy új raktár, tehát ezt most csináltuk meg, és ott minden lapjára név szerint be volt minden téve, és amit el tudsz képzelni, az 5 kilós mustárba belenyúltak és fölcsapták a falra, tényleg egy kéznyom volt a mustárba, tehát hogy azt még megértem, amikor értékeket visznek el, azt viszont nem, amikor rongálnak. Na mindegy, jöttek a helyszínről, elképesztő munkát végeztek, tényleg, mint a CSI-ba, cipőnyomolvasás, grafitporral, új lenyomat, de ajtó, egyes, kettes, hármas bőjjel, nagyon korrektek voltak, mindezt éjszaka, és másnap reggel, hát nem tudtunk aludni, nyilván fölkeltünk, szóltunk a riasztó és a kamera rendszeresen, kicsit eső után köpönyek, de mi lenne, ha egy kicsit sietnénk, mert mondom, hogy ez egy új helyiség, itt még nem volt ez megcsinálva, mondom, hogy kellene gyorsan kamerát, felszereltük, és elmentünk még biztonsági zárért, stb. És mire jöttünk haza, megint betörtek. De már ezt mind úgy, hogy a kamera, tehát két kamera addigra föl lett szerelve, ugye már szóltunk a riasztószembernek, és szóltunk a biztosítónak is, hogy ami még van, az gyorsan kössük már meg, léci. És mire jöttünk haza, betörtek. És mondja Patrik, hogy megint nyitva az ajtó. Itt hát a fogom, parfis, menj át! Nem zártad a be? A szokásos menet, persze, kárpit tisztító parfisnél, ahogy szoktuk, és mondom, én ezt nem hiszem, és apámmal voltam ott, tehát apám az egy ilyen régi vágású szakmunkás fickó, neki jó van, mondom, menjünk be, mondom, ketten együtt vagyunk 250 kiló, úgyhogy mondom, hajrá, nézzük meg, hogy mi van, bemegyünk, ott állt a szatyorral a kezébe, és éppen válogatta össze az aznapi történést. A betörő? De ne csinálj! A betörő. És ez ugyanaz a betörő volt, aki már egyszer betört? Mivel az első nem voltunk ott, ezért csak gyanítottam, hogy igen. Édesem, ő visszament. Hát ez így gyanított talán. És akkor mondta neki apám, hogy na, azonnal tedd le, és akkor ment volna rá, mondom, ne, bárjon. Mondom, még a végén, baszki, mondom, te kerülsz bajba. Tehát mondom, ezt nézd inkább ne, és akkor mondtuk neki, hogy most az van tényleg, hogy vagy leteszed a szatyrot, megállsz ott, és megvárod a rendőröket, és akkor egy darabban mész. Visszarakod a mustárt.
Igen, igen, azonnal hoz vissza a mustárt. Vagy mondom, az van, hogy nem várod meg a rendőröket, de akkor az lehet, hogy nem lesz neked annyira jó. És akkor végül megvárta a rendőröket, hát közben én egyébként meginterjú volt adtam, hogy mi történt, minden, figyelj, de tényleg gomnyomásra elmondta, hogy kik voltak, elmondta, hogy ő is itt volt, de nem ő tölte fel az árat, elmondta a nevét, hogy hol lakik a srác, hogy hova vitték el adni a cuccokat, kinek vitték el adni a cuccokat, mindez egyes, azonnal vádakot kötött, mindenkit fölmögbemoszerod. Igen, semmi, Bamzer, nem elég, hogy egy betörő, tudod, még Bamzer is, és a legszomorúbb tényleg az egészben az volt, hogy figyú, nem a Cosa Nostra egy tagját kaptuk el, az azért gondolom, ez mindenki számára világos, tehát ez egy kis stílű bűnöző, mint később kiderült, áprilisban szabadult, végigrabolta már a kerületet, tehát az, hogy most ezt elkaptuk igazából, ez egy jó dolog, de így ránéztem, annyi idős volt, mint a kedvesem, és ránéztem, és hát nem azt mondom, hogy őt láttam benne, mert az furcsa lett volna, de hogy azt láttam benne, hogy itt van egy 27 éves srác, hogy mit történhetett az életébe addig, hogy ő ide eljutott, és ráadásul tényleg az volt, hogy a végére megsajnáltam. Tehát, hogy tudom, hogy ez egy nagyon fura dolog, de hogy őt elviszik a rendőrök, én nekem oké, hogy károm keletkezett, én hazajövök majd a jó meleg lakásba, eszem, iszom, megnézek egy sorozatot a tévében. Kárpitot tisztítok, igen, parfisnyeleket számolgatok. Várom a Jézuskát. Igen, várom a Jézuskát a tiszta kanapéval. Ő meg megy a sít, és ez egyébként tényleg egy rohadt szomorú történet, mert hogy valószínűleg föl se fogta, tehát hogy amit értek, vittek. Tehát most hagyd nem mondjam, hogy hízott limamájat vittek el, és az most lehet, hogy viccesen hangzik, de annak kilója 29 000 forint, és abból elvittek mondjuk 20 kilót. Tehát csak maga a limamáj volt mondjuk 500 000 forint, amit elvittek. Ott tároljátok a limamájat hűtetlenül a partisnyel mellett? Nem túl szerencsés, tisztítom a kárpitisztítóval. Ez mindig, igen, úgy van, mustár, kárpitisztítógép, és akkor a libamáj. Ez finom, miért nektek ennyi libamáj? Hát az étterem. Hát van egy éttermünk a belvárosban, Nem olvassa a bulvár híreket. Legalább meg lett az elkövető, mert én csak a YouTube csatornádat ismerem, az éttermet, ezt még nem, de akkor legalább meg lett az elkövető. Az egyik vár, mert az egyik. Tetszik jönni, Jani, imádni fogod, rózsaszín unikorn is a nagymezőben, imádni fogod, gyere, bármikor látunk. Rózsaszín unikorn is, az akkor már megvettem. Rózsaszín unikorn is az étterem. Az első Európában, tehát hogy ez tényleg nagyon signature, várunk szeretettel a vendégem. Nem vagy a vendégem, mert jó kereső, de egy 15%-os kedvezményt ebéd is. Jó, igen. Milyen desszert van? Csak neked. Jó, nagyon. De egyébként tök jó, hogy végül meglőtte az elköt. Megkérdeztem volna, hogy esetleg találtok valamit, mit tudom én, találsz egy darab valami matyóhímzéses valamit, akkor legalább tudjuk, hogy Tóth Gabi bosszúja. De hogy... Tóth Gabi. Igen. Akkor tudjuk, hogy nem, az figyelj, nem jó, tehát hogy most ezen miért jó? Elmondták, hogy hát igényt tartok a kártérítésre, ránéztem. Hát sose mondom, fog megtérülni. Hogy érted, hogy majd Baracskán csontvázakat gyárt 40 évig, és majd az unokám kap 3500 forintot, majd mondom, mire gondolsz? Hát mondom, persze igényt tartok rá, de hát mondta, hogy nem csak én vagyok sértett, hát most mire ez a kerületnek az összes kárát megtéríti, hát igen. Igen, úgyhogy nem, tehát megvan, nem érzem magam ettől egy pillanat is se jobban, vettem egy riasztópisztolyt, ez az, ami így változtatta az életünket, meg az, hogy azóta tényleg nyitott lámpánál alszunk, van egy ilyen kis paranoia, hogy hallottad, tehát már egy egér jön be, tudod, már akkor is a partvisnél elmegyek. Tehát, hogy az van, hogy azóta tényleg ilyen visszatérő rémálom, ez. Én azt gondolom, hogy minden szempontból, hogy mondjam, egy ilyen határozott srácnak gondolom magam, meg egy viszonylag bátor srácok, és hát én nem csokiztam be, amikor ott volt valaki, de hogy ettől függetlenül folyamatosan azt támadom, hogy van valaki a lakásban, azért nagyon-nagyon-nagyon furcsa, és inkább azt mondom, nagyon mocskos érzés, hogy valaki behatolt így a személyes szférádba, valaki fölcsapta a mustárodat a falra, valaki elvitte a dolgaidat, és te ezzel nem tudtál semmit tenni. És hogyha lehet, hogy ezt nem veszük észre, akkor egy ajtóval tovább jön másnap, és a lakás, és hogyha itt van bent a szerelmem, itt vannak bent a kutyák, vagy ha nem is vagyunk itthon, mondjuk csak a kutyák, és őket bántja, vagy bármi, nagyon rossz ez, és Patrik azóta jár pszichológushoz. Tehát, hogy ez... Pszichológushoz jár a Patrik? Hány éves a Patrik? Hát
itt nem illik ilyet kérdezni, ne haragudj. Büntetőjogi kategória? Nem illik ilyet kérdezni, mert holnap lejön az Origón, mert holnap a vasárnap.hu megírja, úgyhogy légy, ne kérdezzetek ilyeneket. Patrik nagyon érzékeny lelkű, akkor azért ezért pszichológushoz járni, de megviselték a történetet. Hát meg ugye ott volt még egy kockázati tényező, hogy apát szétpakolott mindenki, azt ő megy baracskára, tudod. Figyelj, miről dumáltatok, amíg jöttek a rendőrök? Miatt leült nyugodtan, és akkor elbeszélgettetek? Jó, várj, a legnagyobb, mondja Patrik, hogy figyelj, az a te kabátod rajta. Már rendőr. A rendőr a Patrik kabátját, hát ez pofára szabad. Nem kapnak ruhapénzt, szerencsétlenek. Mondom, biztos, hogy ez a lakos tollas, ez a tiéd? Nem, de hogy ez a lyukat, a szögecses lakos földigérő. És ez a korbács. Igen, és a te szájpecket, nem mindegy. Szóval, hogy... Az állarcot, a cipzáros állarcot. Igen, latex buslakodó, az is a tiéd, az a latex buslakodó. Mi az a kezedben? Gumibot? Nem. Szóval nem, de az van, hogy azt mondja, nem a betörőn, hogy ott volt, mert ugye a téli ruháink is át voltak víva, a nagy kabát, stb. Ezek be voltak oda szépen rakva, és mondja, hogy a te kabátod van rajta. Hát mondom, ezt nem hiszem, mondom, vedd le azonnal, leveszi, mondom, ez meg a tiéd, és alatta meg a Patriké volt, mert hát ugye van egy kis méretbeli különbség, a Patrik S, én ugye M. Igen, barátságosan M, inkább L, de barátságosan hogy érted. Igen, de ezt lehet, hogy én is tudok róla dolgokat. Igen. Szóval, hogy igen, és akkor alatta meg ott volt a Patriké, alatta meg már ugye a saját ruhája. Hát ez az ehető tanga, múlt héten vettem neked Zsolti napra. Igen, és hiányzik belőle, de mindegy, mert felhasználtuk, mert azért milyen zero wasting életet élünk. Ki fizetve? Hevederzárat riasztott, valamit tegyetek be azért. Minden, most már van minden zár, meg mondom, a második alkalom, amikor visszajött, addigra már a kamera is rögzítette, tehát hogy az is megvan, ahogy bejön, tehát hogy most már ez minden megvolt, de visszatérve arra, hogy mondod, hogy a Patriknak a lelkülete, nyilván én is el fogok menni pszichológushoz, és nem azért, mert ő betört hozzá, hanem mert azóta is rá gondolok, érted? Nem bírom kivenni ezt a jelent. Szeretnél meg, ő is belé, kicsit Stockholm-szindrómás lett a rab, de ne törődj vele, ő is belé zúgott. Folyamat fújjon parfümmel a levelet, amit küldök a börtön. Nem. Szia, megismer, Szolti vagyok, hoztam ízott libamája. Nem élete, igen, belesütöm a libamájba a reszelőt, és akkor úgy viszem neki. És hát ez a libamáj, ez minket már örökre összeköt, de egyébként viccet félretéve rengeteg üzenet kapok. Annyi üzenetet kaptam azóta, hogy kivel mi történt, és ez egy szerencsés eset. Mármint olyan szempontból, hogy megtaláltuk, meg lett, nem történt személyi sérülés, de ha mondjuk ez a srác jobban be van állva, és ha mondjuk van egy kés a kezébe, és ha mondjuk nem figyelek, és ha mondjuk a Patrik bemegy oda, és tényleg kihozza a takarítógépet, de nem veszi észre, hogy ott van ez, és ő mondjuk megijed, és megszúrja a Patrikot, vagy meglöki, vagy bármi olyan dolog, az azért már egy egész, tehát akkor nem ennyire viccesen, és nem ennyire nevetgélve beszélnünk erről. Szerintem örültél volna neki, hogyha meglöki a Patrikot. Nem is almasra, hogyha megszúrja nyilván. De viccet félretéve azért ez egy, tehát az, hogy nálunk ez ilyen szerencsésen alakult, és végül egyébként elkaptuk, és a rendőrség is letartóztatta, és tőle már nem kell félnünk, az, hogy hozzánk valaki betört, és az, hogy ami személyes privát szféránkat megsértette, és tényleg egy olyan dolog, hát na, hozzányúltak a tudtainkhoz, hogy átérték, hogy ez igen, ez fura, ez a legfurább, hogy ott volt valaki benne. Figyelj, én eszembe nem jutott, bocsánat, volt már gondolatom az, hogy fegyvert vásároljak magamnak, de ahogy ez megtörtént, azonnal fölhívtam a Nyári Gábort, hogy figyelj, mit megyek, most megkeverted a G-t, aki egyébként egy kereskedelmi tévénél dolgozik, fegyvert szakértő. Ez semmi baj, pontosan tudod, hogyha őt hívtam fel, hogy mennyire megijedhettem, és ő azonnal elküldte a linkeket, hogy mit vásároljak magamnak. Persze, mondtam, hogy a Gábor biztos a váron indíthatós rakéta lesz, ez a legjobb megoldás. Vett komolyan. Igen, hát ismerem, nál a tankot is tud, ha akarsz tankot, van két Sherman tank a garázsában. Igen. Kisebb, nagyobb, gyerekeknek és felnőtteknek való egyaránt, tudom, de hogy tényleg... Legálisatok az volt, hogy ami árt. Legálisat vagy olcsót, és akkor így szereztük be a váronindíthatós rakétát meg a repeszbombát, de amúgy, na, csak ne bagatelizáljuk el másoknak a történetét, mert a mi történetünkben van egy ilyen, de
De egyébként tényleg megijedtünk, és azóta egyébként tényleg ez egy ilyen visszatérő állam neki is, nekem is, meg folyamatosan ez a csekkolgatott, bezártad az ajtót, bezártam az ajtót, biztos, hogy bezártad, hangok vannak, rögtön az, hogy valaki itt van a ház előtt, nézzük, most már a lakás is, ami nem egy egészséges dolog nekem, hogy a lakásba is tettünk kamerát, és nem csak azért, hogy tudjam, hogy Patrik mit csinál, mikor nem vagyok itthon, hanem tényleg azért mert na, megijedtünk. Nincs az bennem az a félelem, hogy úristen, ma be fognak törni, vagy ma mit vittek el, de van egy ilyen folyamatos paranoia van bennünk. Most is harmangodó, hogy traumatizálva igen, vagy. Egy picit, igen. Igen, hát, hogy hallatszik. Sokkal de... kiegyensúlyozottabb szoktál lenni. Egy kis mustár szétkenés azért nem vág ennyire szét. De tényleg hallani. De ezt egyébként megértjük. Aki ezt törtek már be, ezt megértjük, hogy ez megértjük. A Cinivel beszéltünk már hete. Már nem, a Cini mesélt valami hasonlót, hozzá is betörtek, ugye elvitték a pénztárcát, és hogy napokig elköltözött, rosszul aludt, nem tudott lefeküdni. Tehát, hogy ez tényleg őt is nagyon megviselte. Ő nem kapta el a betörőt, csak eltűnt. Hogy a Balázshoz betörnek érte, tehát nincs az a kár, amit ne tudna egy hét alatt megtéríteni. Rossz érzés az. Ilyen egzisztencia mellett, de vannak Balázs. Hihetetlen, hogy éltek. Hallgatom ezt a szorít, nagyon fura. Hát így is élek ember. Hogy nem tudsz megvenni 20 kiló libamájat másnak. Balázsnak, olyan mondom, az ürögarnitúra mellett átoljátok a libamájat. Balázsnak van egy külön lakás, amit csak azért tart fent, hogy betörjen. Igen. Tehát neki nyilván ez a történet, hogy betörtek, jól van, kifizetem. De nekünk tényleg itt tudod, tényleg több milliós egyébként a kár. Tehát, hogy mondom, biciklitől elkezdve itt a bőr öndökön álltam, minden, és most mondom, hogy nem a pénz a lényeg, mert azokat dolgozunk, tehát valószínűleg újra fogjuk tudni ezeket egy adott ponton vásárolni, így, hogy nem volt biztosítás, így azért egyel szarabb a helyzet, igen. De még nem tudtunk biztosítást kötni, mert ugye nem volt védelmi rendszer, ami alapján egy normális konstrukciót ki tudtunk volna a biztosító céggel tárgyalni, tehát, hogy így azért ez nehéz, de mondom, az anyagi káron felül, ami sokkal rosszabb, hogy nekem, aki tényleg mindenen át tud lenni, meg na, azért volt egy előéletem, ami azt gondolom, hogy arra is predesztinál, hogy ilyen dolgoktól mondjuk nem kéne, hogy megviselni, de valamiért mégis megviselt. Zsolti, csak egy nagyon fontos kérdés jött közben, hogy a kárpit az ki lett tisztítva végül. Igen, vagy beleszáradt végül is, vagy... Hogy kitisztítottátok? Zoli kérdezi SMS-ben. Itt várjuk a jelentkezőket. Az egész beszélgetés arról szól, hogy egy kárpit tisztító szponzort keresek, aki megcsinálja az ülőgarnitúrát. Hetente meg tudnád csinálni mindenféle személyisérés nélkül. Egyébként igen, másnap zöldalmás tapi samponnal kitakarítottam a... Egy úr vagy, egy igazi úr. És beszéltem friss csillámpornal. Ilyen vagyok. A legdurvább, hogy a kárpit tisztító gépet pedig nem vitt el, ami önmagában 500 000 forint, de na, a sütőt... Most adtál egy tippet. Visszajönnek harmadszorra, nem mondj ilyet, mert harmadszorra is visszajön. Mennünk kell. Ha kell, be tudok ugrani, és beállítom a tandem kerékpárotoknak a váltóját, ha elállítottassát. Nagyon köszönjük. Most már csak szobabicikli, semmi más. Nem. De egyébként, ha van egy jó biciklitek, akkor köszönjük. Köszi, hogy elmondtad a sztorit. Vigyázz magadra. Köszi, ciao. Három, négy, 10 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, jó reggelt. Cső. Igen, nagyon élveztem a beszélgetést, a srác nagyon jól vette a lapot. Igen, nagy veszi a srác. Így van. Jó humora van. Csípjük. Igen. Csak kérdezem, mindig ezen a héten mérik a hallgatottságot? Igen. Igen, mindig pont azon. Pontosan. Pont azon mérik, amikor mondják, hogy pont azon mérik, és mindig pont azon mérik, amikor mérik. Időjárásunk, Ferenc? Nagyszerű. Köszönjük, hogy lesz majd. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Hát minden esetre tényleg Zsoltéknek azt kívánjuk, hogy mielőbbi jobbulást, és hogy fel tudják dolgozni ezt a súlyos traumát, és hát ugye Patriknak se kell ilyen járnia a pszichológushoz. Hát Patrik nagyon gyorsan talált pszichológushoz. Tegnap betörtek, ma már pszichológushoz jár. Patrik nagyon gyors. Már becsöngetett való. Na, Patrik nagyon gyors egyébként. Na, mutatjuk akkor, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. A hoteles SMS-ek jöttek, mert végigvettük, hogy a világ nagy milliárdosai milyen furcsa kérésekkel álltak már elő szállodákban, megjelent erről egy cikk, és hát hotelekben dolgozó hallgatóink is írtak, hogy ott mit éltek át. Illetve ugye a nők és férfiak máshogy érik meg a karácsonyt, erről olvastam tegnap egy cikket, és női hallgatóinkat arra buzdítottuk, hogy egy mondatban idén kérjenek valamit a párjuktól,
hogy mit csináljon meg a párjuk, vagy mit ne csináljon, vagy hogy viselkedjen, vagy hogy ne viselkedjen. Mert általában a nőket ugye jobban megterheli az ünnep, ezért próbáltunk egy kicsit nekik segíteni, hogy egymondatos kívánságokkal jelezzék a párjuknak, ha idén valami más várnak el tőle, mint eddig. Azt nem tudom, hogy segítség, de őszinte volt, az biztos. Férfi társainkra nézve egészen kiábrándító SMS-ek jöttek a nőktől, hogy mennyire nem veszük komolyan ezt az ünnepet, mennyire csak magunkkal foglalkozunk, hogy sokan még tönkre is tesszük. Úgyhogy nem festette egy túl jó képet a férfi társadalomról a hallgatóink, vagy női hallgatóink üzenetei. Na, mindjárt megmutatjuk. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Lánchíddal szembeni szállodában dolgoztam évekkel ezelőtt, arab sejk érkezett a szállodába, az egész emeletet kibérelte. Hát ez nem is olyan nagyon durva. Külön szobában lakott a sólyom madara. Debreceni szálloda, éjfélkor a szálloda lépcsőn jött le mertartóba, harisnya kötőbe, pezsgős pohárral, szivarral, egy férfi, ma is aktív politikus egyébként. Micsoda buli! Micsoda buli! Becsekkolásnál szólt a csáv, hogy ünnepelni fognak picit este, próbálnak majd figyelni hangerőre. Nem volt nagy baj, szomszéd szobába jelzik, hogy füst van. Felmentem hozzájuk, szivaroztak részeken, mondtam, hogy ez egy nem dohányzó szálloda. Az épületen kívül lehet, csak a büntetés 250 euró, amit ki kell fizetni. Azt mondta, rendben, ide adta 250 eurót, és még 500-at, mert mondta, hogy még két szivart fog elszívni. És jó lenne, nem jönnék föl még egyszer. Ezt adom, ez egyébként jó. Budapesti étteremben dolgoztam, volt egy vendégünk, az egyik híres márkának a magyarországi képviselője, szarvasgombás tésztát akart tenni, fehér szarvasgombával. Mondta neki, hogy sajnos nincsen, csak hagyományos fekete szarvasgomba, mondta, hogy semmi baj. Felhívta a sofőrt, a sofőr bejött öltönybe egy kis üvegtányérral, üvegbúrával. Az üvegbúra alatt fehér szarvasgomba. Oda jött, ráreszelte a tányérára, majd visszament a sofőr az autóba. Jó, de jó! Azt a mindenségét. Igen, nálunk egy híres magyar rapper szállt meg a szállodában, kicsikoláskor csak annyit mondod a recepció, elnézést kérnek azért, ami a szobában történt. Eltört WC-kepe, elszakított zuhanyfüggön, hagyd ne soroljon, miket találtak. És egy egészen durva bulli lehetett. Van fotónk, majd nézzétek meg. Az egylesi fotó egy másik vendég, aki véletlenül kizárta magát. Látunk a recepción, látunk egy mesztelen vendéget, aki valószínűleg tényleg kizárta magát. Ilyenkor mi, amikor messzenül lemész a recepcióra? Igen, azt értsd úgy, hogy tényleg mesztelen, tehát rajta, semmi nincsen rajta. Budapesti szállodában voltam recepciós, egy komolyabb üzletember estére annyira leittem magát, hogy lejött alsógatyában, végigszaladt az üvegfolyosón, és egészen az aznapi konferenció végignéztem mutatványt. Mi kísértük vissza a szobájába, másnap reggel sietett haza. Egy komolyabb üzletember. Aztán szálloda hajón dolgoztam, karácsony szilveszteri úton volt egy vendégünk, egy idős milliárdos, aki első este rendelt egy üveg pezsgőt, drágát, majd megkérdezte, hogy van-e rendes pia is a hajón. Kérdésemre azt felelt, hogy Dom Perignon akar, külön engedéllyel a hotelmenedzser beszerzette ki 12 üveggel, amit az öreg 4 nap alatt elfogyasztott, boldog-boldogtalannal. 5. este, amikor rendelt, mondtam, hogy nincs, sértődötten elvolult, és nem volt hajlandó kijönni a kabinjából. Mert neki van szartása, érted? Nem is annyira durva. Nem? Barátom egy szolnoki szállodóban takarított, egy karatemester szobájában használt segmosót találtak. De most azért miért kell? Vidéki ötcsillagos szállodában dolgoztam, és egy orosz vállalkozónak volt az esküvője, a lagzistortát 2 napig csinálta a cukrász, az orosz vállalkozó korzikai villáját ábrázolta a torta. Igen. És mi történt a tortával? A vacsi végén átadták a tortát, a félrészek vőlegény belökte a hotel területén lévő szív alakú tóba a tortát. És a korzikai villádról csinálsz tortát? Mennyire? Ha már van villa, oké, de legyen torta is. Szállodai szobáinként dolgoztam, egyik nap szóltak, hogy menjek az egyik szobába, mert baj van a vendéggel. Kopogás után belépve a szobába látom, hogy a kínai vendég az egyik sarokba kuporogva mutogat a másik sarokba, és üvölt egy moszkító. Én meg fog halni. Jó. Egy szúnyogot, nem hiszitek, egy szúnyogot kellett lecsapni. Fürdőváros menő szállodában voltam szobaasszony, az egyik kedves elismert színészünk szállt meg nálunk, este takarítást kért, felmentek, és azt mondta, hogy nem kér takarítást, csak énekeljek neki, amíg elalszik. Énekeltem neki, 5 perc volt, és cukin elaludt. De jó. Nincs ilyen. Összehasonlította a cikk a nők és a férfiak megélését a karácsony kapcsán. Nőnek hányféleképpen kell ezen elindulnia, amíg a férfi ugye a maga gondolatmenetével teljesen máson gondolkodik. Más fontos neki az ünnepekben. És hogy mennyi olyan rejtett dolog van, ami ugye nekünk készényként már megjelenik az ünnepben, mint a házi munka, amivel rejtett munka vagyunk, hogy hívják ezt, hogy észre se veszel, ugye? Ilyen csendes munka, nem hiszem, ez a mosogatógép kipakolás, a mosás, a kiteregetés, de ezt hívják ilyen olyan melónak, ami úgy megvan, de nem biztos, hogy észreveszed, hogy a párod azt, hogy megcsinálja, csak hogy mindig van tiszta tányér. Igen, sok férfi
számára teljesen természetes, hogy benyúl az evőeszközöket, és van bent tiszta villa, tiszta tanácsadó. Van bent tiszta ruha, van bent vasalting. Igen, van bent vasalting. Így van, kész az ebéd. Ti csináltok az ajándékbeszerzést a gyerekeknek, a csomagolást, a díszítést, a főzést. De nekünk mi van? Itt a legyen meg álljon a karácsony. Ah. És amikor kidolgoztad a beledet is, tehát ilyen nappal és ízje heteken keresztül, és kirepett a beigli. Sok feladat van, én úgy élem túl ezt az időszakot, már a most hétvégén. Egyrésztről rendesen inni kell. Masszívan piász. Hogy egy picit többet inni, iszol, mint egyébként. Egy picikét többet. Bevásárlólistákat gyártok, hogy melyik süteményt fogjuk megsütni, ahhoz az alapanyagok, és akkor ez egyfajta mankót, egy biztonságot ad, hogy ne szorongjak. És akkor már tudom azt, hogy miből mennyi, és ez megnyugta. Egyébként kevés, komolyan tudatos, az igen. A baj. Megvan az, hogy mondjuk 14-én elkezdünk sütni. A linzereket már meg lehet csinálni, azokat be kell tenni dobozba. Mi kell a linzerhez? Mennyi kell, mekkora adagot akarunk sütni? Jézusom, figyelj, a már, dekoráció. Én már szerintem májusban tudtam, hogy hol fogom megvenni a karácsonyi panettonét. Rákészült, elérted. Nézzük akkor meg, jó? Csak is kizárólag nők írjanak most nekünk, és egyetlen egy mondatban, egy darab keresztnévvel, idén mit kértek tőle, de nem ajándék. Tiha, miért fesd már ki a lányunk szobáját karácsonyra? Légy szíves. Figyelj, egyet kérek, ne 24-én télben mackó alsó felső középsőben. Ajándékozzunk. Mackó alsó felső, igen, az mennyire klasszik. Szerintem ebben sok minden benne van a férfiakról, hogy ők azért ehhez hogy állnak hozzá. Élemesben, léci. Otthon vagyunk. Minek költözze ki a nagyszobába? Igen. Zsolti, idén léci, ne vágd magad off-ba. Ne vágd magad off-ba, és faragd be a fát. Igen. Jani, csináld meg a küszöböt. Kinga kérte. Az Sanyi, léci, ne szólj hozzám. Így is stresszbe vagyok. Lajos, létszves, ne rúgjál be, mint a szamár délben 24-én. Értitek, milyen képet kapunk a férfiakról, hogy ők mit csinálnak 24-én? Melegítőbek köszöntenek, be vannak rúgva. Értitek, hogy azért tényleg, ez a cikk tényleg erről szólt, hogy mennyivel terhelt ebbe az egész a nőknek? És ha ezeket így látod, ezeket az SMS-eket, akkor érted, hogy miről van szó. Dávid, mondd meg anyádnak, hogy idén nem megyünk karácsonykor. András, azt kívánom, hogy jövőre váljunk már el végre. Puszi Ági. Péter, életem, azt a szóval gyerekszobát csináld már meg 4 éve, kérlek. Zsolti, én csak azt szeretném kérni, hogy ne legyél grincs. Kedves férjem Donát, légy szíves, azt a stukkót az ágy mögött tedd fel, kérlek, a fali szobába. Április óta készülsz vele. Alapos ember ez a Donát. Atika, légy szíves, rakd el ezt a rohadt gyerekülést, amit fél éve ígérsz. Hová rakjam a fát? Igen, jó szó. Amikor karácsonykor porszívózom, legalább a lábadat emeld fel. Egy egyszerűbb, de szerintem teljesen lényegre törő. Józsi, ne menekülj a vécére a gyerekek elől egész nap. Józsi nagyon a forma. Józsi, már most imádok. Melegítő gatyába, pólóba, ül a budin. Yes, masszívan telefonozik. Masszívan ül a vécén. Teljesen ki van. Vécén vagyok. Igen. Kedves édes szerelmem István, te vagy az ajándék nekem, írta Évi. Dicséret jelege. Igen. Tibi, 24-én menjél haza anyukádhoz, légy szíves, egy hétre. Drága szerelmem László, idén légy szíves, ne kezd ki a hugommal a családi vacsoránál. Haladó. Ez nagyon kemény. Balázsi! A Rádió Egyen! Na itt vagyunk, 10 perc a pontosan 10 óra. Oké, de most Dani átmegy az anyához, vagy nem megy át? Hát ez egy jó szerintem kérdés. Átmegy. Átmegy? Ahogy olvastam, átmegy. Uh-huh. Gyorsan egy BL meccs a végére, egy fogadás. Mehetünk, gyerünk. Hát hát ha nyerünk egy kis lóvét. Hm? Na, csak gyorsan. Mi nyerünk, de általában nem szoktam. Jó, nézzük, azt mondja, hogy... Na? Jó. Ma van. Gyerekek, Milán, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Newcastle, Manchester City, Leipzig. Na? Na? Egyre vagy többre? Na, szeretik, hát fogadjunk egyre. Aha. Elég neked egy bukta. Legyen az AC Milan, Borussia Dortmund, meg a Paris Saint-Germain, Newcastle. Hm? Uh-huh. 2 meccs? Legyen, mond még egyszer, ki az első? Ki Milan, Milan Dortmund. Dortmund. És Bolszám. Akkor összgólszám. Uh-huh. Igen. Összgólszám, a szokott. És 10-es. 10-es? Legyen 10-es. Hogy állsz? Na? Ja. Első mérkőzésre? 2 melyik mondod? Az? Te 2 gólt kettőt mondasz? Hát akkor... 2 mondok. Akkor meg. Na?
Kettőt mondok. Kettőt. Mondja ezek gyorsan. Gólzápor lesz. Hát mennyit mond? Mennyi mondja, Feri? Ajj, akkor most hármat mondok én. Rohadjak meg, mi? Akkor mondok egyet, mert így biztos, hogy nem lesz. Egy. Jó. Jó. Egy, kettő, egyet. Három. Következő mérkőzés mi? Elég egy, nem? Egyet, most tippeljünk be egyet. Jó, legyen egy. Legyünk egy. Hívjuk gyorsan még a naphallgatóját. És legyen most egy ezres. Mert érzem az esélyt. Nem biztos, jól hozod ezeket. Nem, ez az... Nem. Jó, megszoktátok érezni, ez nekem egy a legrosszabbul. Ezeket nem találom el valahogy. Hívjuk itt közben a naphallgatóját. Most ott a kettőt érzem. Balázsék. Jaj, hello, igen. Hello. Jó reggelt, hogy hívnak? Jó reggelt, Zsuzsa vagyok. Zsuzsa, hello. Szia. Zsuzsa. Honnan hívtál minket, hogy hol vagy? Budapesten vagyok. Budapesten, és írtál nekünk, dolgozol, írtál nekünk üzenetet, te is. Igen, üzenetet. A kedves férjemnek üzentem, de egyébként nagyon jó apam, 4 gyerekkel bír. Azt a mind a 4 a miénk. És azért szeret elvonulni, játszani. De nagyon nagy volt, igen. Én női hallgatóink kérhettek egy mondatban a párjuktól, amit idén karácsony, hogy Józsi, ne menekülj a WC-re a gyerekek elől egész nap. Nagyon szerettük ezt az esemet. Úgyhogy... De egyébként szeretem őt, tehát, hogy nagyon-nagyon igyek. Igen. Van egy plusz nyereménye. Ez így muszáj neki is. Köszönöm. Persze, kicsit tanuljon ő, és van egy plusz nyereménye, mutatjuk. Nyereménye egy családi belépőjegy az Indoor Pirate Minigolf UV birodalmába, az Indoor Pirate Minigolf felajánlásával. Kevés szót értek belőle, de bármi is ezt használhatod egészségre. Igen. Golfot is. Nagyon jó. Indoor, belül van. Indoor, golf. Igen. Golf. És mi van még benne? Majd még egész héten halljuk, ja, kalózos, és akkor kibolgozzuk. Kalózos. A golf. Igen. Jól van. Nagyon szuper. Oké. Puszi, akkor küldjük. Szuper, köszönjük. Szia. Köszi, hello, sziasztok. Ciao. Hello. Hát igen, van kérdő, hogy gyerekek nélkül is a vécén ülök. Ja, de jó volt, mert megcsinálják a verzióját, hogy a pasik üzelhetnek, pasik is üzelhetnek. De egy viszont. Egy viszontot valamikor. Jó, csak a backdoort értette valaki. Igen, ez egy érdekes kis nyeremény. Gyerekek, ez nem akar elállni. Tehát ez nem. Ne. Ez ma ilyen lesz. Menj haza, gubózz be, kuckózz be, felejtsd el, majd lesz jó idő. Ennyit lehet csinálni, igen. Jó van, vigyázom mindenki magára ebben a vacak időben. Jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Ciao, hello. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.